fogyassz és fordulj be. Ez a szlogenje lehetne a fogyasztói társadalom. Nem vigyázzál senki, csak magad tudsz magadra vigyázni. Nagy örömmel jövök mindig a Magyarok Szövetségébe, bár én sváb származású vagyok, de attól függetlenül, hogy magyarnak érzem magam, mert magyarországi sváb vagyok, és magyar sváb vagyok. Tehát az igazság az, hogy aki majd Németországban él magyarként, ő németországi magyar, vagy német magyar, de egy a lényeg, hogy magyarok vagyunk, és a magyar hazát szeretni kell. Na most ez a magyar haza szeretet az elmúlt 100 évben 3 nagy ütést kapott. Az egyik ilyen nagy ütés volt tulajdonképpen a nemzeti szocializmus, amely hazaszeretetet, faimádattá és fajgyűlöletté silányította. A második nagy ütés tulajdonképpen a proletár internacionalizmus adta, mert ott azt mondták, hogy aki a Szovjetunióhoz hű és szereti, az az igazi hazafia. Hát ez nem egészen így működött. És most a harmadik nagy ütés, ami most is tart sajnos, ez pedig a kozmopolita globalizmus adta nekünk, és adja nekünk, és tulajdonképpen mit csinál ez velünk? Hát azt csinálja, hogy próbál bennünket ugye a szabadság mezeire léptetni, de nem szabad túlzott szabadnak lenni, mert aki nagyon szabad, és minden szabad, és nincs jog, csak joga van, és kötelessége, és szabadnak érzi magát, azt azért mondják, mert önző egyének alakulnak ki, és önző egyénekből nem jöhet létre sem közösség, sem család, sem nemzet. És ez a lényege a globalizmusnak, hogy önző egyéneket nevelni, és hogy ne lehessen belőle nemzetet alakítani. Nagyon érdekes, hogy ugye amikor én megszülettem 1947-ben, akkor 2,7 millió lakos volt. Hát ideig jó. Vagy milliárd, bocsánat. Most durván megyünk úgy, hogy 6,9 milliárd lakos van. Ugye ez utóbbi 64 évben elég gyorsan megnövekedett ez a lakosság, és kérem szépen, tessék bejönni. Elmondom egy nagyon érdekes történetet, én előszálláson születtem, és amikor beköltöztünk, 2 éves voltam a házba, amit ugye apám még verfalból csináltak, és nagyon jó kis ház volt. Kérem szépen, anyám szeretett volna egy macskát, mert ugye gazdálkodtunk, és volt góré, meg minden, és ugye megjelentek az egerek. Na most, ugye meghozták a macskát valamelyik rokontól, vagy szomszédtól, és az a macska egyszer csak megellett. Lett sok kis macska. Na most, ezeket a kis macskákat, hát szeretjük, sajnáljuk, és a rokonságnak, meg az ismerősöknek, akik még nem volt macskájuk, szétosztottuk. Aztán lepihadt másodtól, harmadtól, a végén annyi lett már a kismacska, hogy nem tudtuk őket eltartani, mert sok volt meg nem csak, mit csinált el apám, szegény föltözvagdosta őket. Mert minek annyi macska? Hiszen, hogyha a természetet nézzük, a természetben a vadmacskák nem szaporodnak el. A farkasok sem szaporodnak el. A természet törvényei Isten törvényei, és a természet törvényeit nekünk be kell tartani. Ha megyek az úton gyorsan autóval, nem lát rendőr, vagy nem fotóznak a trafipaxsal, akkor megúsztam a felelősségre vonást. De ha a természet törvény hágom át, akkor saját magamat büntettem meg. Nem az Isten büntetett meg, hanem magamat büntettem meg, mert megszegtem Isten törvényeit, azaz a természet törvényeit. Tehát itt nagyon fontos, hogy nekünk a természet rendje szerint kell, hogy éljünk. Na már most. A természet törvények pedig azt mutatják, hogy természet közeli életmódot és a természetet. Hát a fizika, a biológia, a kémia, stb. Ezek természettudományok. És a természettudományok vonatkoznak ránk is, és be kell tartani, nem véletlenül tanítják iskolába. Tehát nagyon fontos, hogy hát ugye most a Földünk az egy adott. Hadd nem mondjam, hogy hány köbkilométer, meg mekkora felülete. Nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy már 6,9 milliárdot kell, hogy eltartson az emberiségből. Na már most. Ennyit nem tudnak el. Nem tud eltartani. Mindenki német színvonalon szeretne élni, 6,5 földgolyó kellene. De hol van? Hogy megyünk oda által a másik 5,5-re? Igaz? Na most ennek kapcsán a háttérhatalom elhatározta, hogy gyéríteni kell a lakosságot.
a globalizáció, meg a globalizmus. És egy érvi pici is rendesen. Azt mondják, hogy aki hülye, az halljon meg. És van itt benne valami igazságuk egyébként, mert az az igazság, hogy akit tudnak birkásítani, és az beleszi a sok sületlenséget, a sok hülyeséget, ami a médiánkból árad feléjük, és akkor jönnek nekem, amikor tartok előadást, vagy valami, és akkor mondják, hogy tehát, mondom, jó van, én megmondom, nem ezt mondom. És akkor például egy nagyon érdekes téma, ugye a természetben minden élőlény tulajdonképpen tiszta vizet iszik. És a tiszta víz régen az esővíz volt. És az esővízzel, ha megöntödök bármit, vagy beleteszem a magokat kicsiráztatni, nézzük meg otthon egyszerűen. Csiráztassunk esővízbe magot, csiráztassunk csapvízbe, vagy ásványvízbe, vagy bármilyen más vízbe. Majd meg fogjuk látni, melyik fejlődik szebben. Az esővíz. És az esővíznek, ha tiszta az eső, akkor körülbelül 0,02 ppm értéke van. Az esődés kezdetén még olyan 40 ppm, pas per millió, tehát egy centiméterben hány millió részecske van. De 10 perc után már 20, ez van 25-30 perc után már ilyen tiszta. Mert először a levegőből kioldja a szennyeződéseket. Na de régen nem volt ám ennyi szennyeződés a levegőben, régen tiszta volt a víz. Na most mi közelíti meg tulajdonképpen a esővíz tisztaságát? Hát a desztillált víz meg a levegőzódósos víz. Most hogy érintik a lakosságot? Nem adnak tiszta vizet. Kérem szépen, ha a Duna vizét nézzük, ugye Duna az Ingenbe ered, és Fekete-tengerbe ömlik, és itt Budapesten nem tudom hány folyam kilométer van, de ezen túl van, valami 1400 körül van. Na most, kérem szépen, ezen az 1400 kilométeren nagyon sok folyó, a Ráva, a Marcal, a Vörösiszap katasztrófás egyéb folyók, akkor a Garam, az Ipoly, sorolhatnám még a német folyókat, meg a osztrák folyókat, az Int, meg egyebeket, tehát több millió négyzetkilométer élő ember, több millió embernek a úgynevezett gyógyszermaradványos körülétét tartalmazza a víz. Most ezt nem tudják kiszűrni Kavisteraszon, Újpestnél, ott a Csápos utaknál, és kérem szépen, mióta szűrnek ott a Csápos utak? Megint egy kis fizika. Ugye, hogyha szűrünk valamit, akkor elbúrul a szűrő, kicseréljük, vagy kimossuk. Na már most, hányszor cserélték ki az elmúlt 20 évben mondjuk, vagy az elmúlt 50 évben azt a talajt, ami a Duna és a Csápos utak között van? Ugye, egyszer sem. Szűr az eléggé? Nem. Ezt a vizet kiissza? Én nem. Aki ezt vissza, az a háttérhatalom által birkásított egyén, és nem tesz magáért annyit, hogy valahogy megoldja a tiszta vízivását. És mire birkásítanak még? Azzal, és azzal gyilkolnak bennünket, hogy kérem szépen, ezzel a vízzel készítik az élelmiszereket. Még ez a kenyér is azzal készít meg, ezzel, hogy kérem. Nem készültek fel, hát nagyon fontos, hogy az ember tegyen magáért valamit. Ne az állandó várjuk azt, hogy vigyázz ránk, mert az állandók a legjobb nyugdíjas, a halott nyugdíjas, még jobb, hogyha valaki meg sem érjen nyugdíjkorhatárt. És a fogyasztói társadalom, amiről beszéltem erről a globalizmusról, kozmopolita globalizmusról, az lehetne a szlogenje, hogy fogyassz és fordulj fel, lehetőleg minél előtt, előtte legyél jó beteg, és ha beteg vagy, tömjük a zsebeket a gyógyszergyárat. Így van, meg a gyógyszergyártól. Na már, ha valaki ezt nem éri fel észre, akkor mehet lovafekvéssel temetőbe. Ezt komolyan mondom. Tehát arról van szó, hogy a tiszta vizet minden áron, az élelmiszereinket ezzel készítsük, italainkat ezzel készítsük, és ezeket tudjuk. Sok, egy desztillált víz, vagy egy levegőzódósos víz, vagy egy szűrt tisztított esővíz, teljesen telítetlen oldat. Ha ezzel készítünk egy gyógyteát, vagy egy sima teát, élvezeti teát, zöld teát, vagy bármilyen hibiszkusz, vagy csipkét, vagy bármi, akkor mennyit fog kioldani az a víz, amelynek Budapesten a ppm értéke mondjuk 250. És mennyit fog kioldani, amelyik 002-es. Ugye? Hát jó, egyértelmű, hogy az, ami már telített oldat, vagy teljesen, vagy részbe telített oldat, nem fog kioldani 10 illaték damatanyagokat, vagy a gyógyteából droganyagokat. Hát nagyanyáink azért tudtak még jó gyógyteát csinálni, mert teljesen tiszta volt a vízük.
Tetszik érteni? És nem véletlen a kóser konyhát nem utánozhatnánk, mert a zsidók 4000 év óta desztillált tizet isznak. Milyen érdekes! És mennyi az átlag életkorú? 93 év. Annyi, mint nálunk Magyarországon az adventistáknak. Mert ők az egyedüli, akik nem esznek húst. Nagyanyjuk se lehet, meg a dédnagyanyjuk se, tehát nem esznek húst, mert a hússal is mérgetnek, de azt meg mindjárt mondom, előtte maradjunk a víznél, mert a legfontosabb a víz a számunkra. Meg a levegő, majd mindjárt arról is beszélek, az utána jön a só. Tehát arról van szó, hogy a víz, mint olyan nagyon fontos számunkra, mert vízbázisú a világegyetlen, de maguk mi testünk is. Átlagosan 70%-unk vízből van a testünknek. Még a csontnak is 30%-a, de a vérnek, agynak 90%-a víz. Most nem mindegy, hogy ez a gyógyszermaradványi sűrűléknek a, mit tudom én, milyen jó klóra, vagy akármivel még, meg 60 valánt élet vegyi anyaggal elegyített keveréke, vagy pedig egy nagyon tiszta víz. Nem mindegy. Na most, én adok magamra, én vigyázok magamra, mert belőlem csak egyben, a másokból több van, ők könnyebben pótolhatók. Tehát magyarul mindenkinek saját magának kell megtenni azt, hogy a saját magáért tegyen valamit, mert az állambácsitól nem várjuk. Én 40 éve dolgoztam, szeretnék 40 évig nyugdíjas lenni. Sajnos a magyar átlag életkor férfiaknál 65 év, a nőknél 70,8 év. Viszont az orvosok, hogy milyen érdekes. 58 év. Az orvosok átlag életkora. Hivatalos statisztikában láttam, mely jár az orvosok lapja. Kérem szépen, tartottam már orvosoknak előadást a Nagyvárad téren, a Sotén, és ugye mikor kérdőjeltek egy-két dolgot, és mondtam nekik, mondom elnézést, doktor urak, de ha önök közül valaki meg akarja érni a magyar átlag életkort, ne menjen el orvosnak, vagy ne gyakorolja a hivatását. Ugyanis őket arra tanítják, hogy mennyi, hogy kell eladni a gyógyszereket, milyen gyógyszereket kell adni, stb. Stb. Nem is bántom én őket, csak ugye annyira meg vannak birkásítva a képzés során. Feleségem testvére egy gyógyszervegyész, és mikor én elkezdtem mindig, hogy tizenvalány éve a desztillált vizet, akkor naponta hívott el Németországból, hogy élem még a vizet. Mert ugye ők azt tanítják meg az orvosok is, hogy a desztillált víz mérgező. Na már most, mikor ugye látja most már, hogy több mint egy évtized azt hiszem, és kutya bajom, sőt egyre egészségesebb vagyok tőle. A másik pedig az, hogy mondtam neki, meg az orvosoknak is mondtam, hogy kérem szépen, akkor miért merik beadni a desztillált vizet intravénásan infúzió gyanán? 1% sóval, mert annak 99%-a desztillált víz, és 1%-a a só, és az 1% sónak 99%-a nátriumklorid. Tehát ami az élet lényege, ami kell az élethez. Na már most, hogyha közvetlen véráramban nem dobja fel az alapát, sőt, mit csinálnak mindenütt, ahol rosszul ért van, vagy akár az utcán mentősök, elsőt betöpik az infúziót. Miért? Mert azt viszi legjobban. Érthető? Ki viszi a mérgeket, ki kutolja a gyereket, és stb. 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 Hát akkor miért idegenkedünk tőle, hogy megígyuk? Bocsánat, miért idegenkedünk? Miért hiszük el azt, hogy nekünk például csak vizet kell inni, vagy ásványvizet, ilyen meg olyan ásványvizeket? Hadd ne mondjam, hogy az ásványvizek 99%-a koszos. Nem tiszta már. Mert ha itt van a földbe egy üreg, mondjuk tiszta földkérek, és itt van egy föld alatti tó, és megfúrják. És akkor mondjuk idáig van vízzel. Elkezdik palackozni. Mit csinál? Leesik a vízszint. Mit fog csinálni? Közlekedjen a kelvén, a talaj víz szépen oda sorog és följön. Talajban viszont ki tudja mennyi vegyszer és egyéb más szennyező anyag van, amiben aztán az elején még lehet, hogy tiszta lesz, de egy fél év múlva már ugyanaz szennyezett, mint az, ami a csapból jön ki. Tehát ennyit az ásványvízről, és akkor még nekem mondják az orvosok a Sotén, hogy de hát akkor minden viszem be az ásványi anyagokat. Volt majd 300 orvos a nagyterem, és mondom neki, mondom, drága doktor urak, mondja már meg valaki nekem, hogy mi írja elő számunkra, hogy nekünk az ásványi anyagokat szervetlen formában, és vízzel kell bevinni. Gondolkodnak, senki nem tette fel a kezét. Na látját, mondom, nekünk kell átos, az a szerves kötésbe kell az ásványi anyagokat bevinni, és étellel, élelmiszerrel, vagy ha nem cserég a dialiszer, akkor táplálékkiegészítővel. Tehát kiszedjenek a táplálékkiegészítőket. Én szeretem. Mert élni akarok. Tehát 40 évig dolgoztam, 40 évig nyugdíjas szeretnék lenni.
Nomános. Aki például szed ilyen táplálé kiegészítőket, nem lesz olyan éhes, meg ha elég vizet iszik. Ugyanis ha valaki éhes, ne egyen, így fog. Mert nem éhes, hanem szomjas. Nem véletlen beszélek ennyit a vízről. Én nekem most is itt van nálam, és nem petvalaszkal, azért hoztam mutatóba ezt a petvalaszkot, hogy ez is egy lakossági érintés. Ezt föl sem mondottam én, meg föl sem fogom mondani, csak előadásra hordom. Miért mutatom? Mert kérem szépen, a petvalaszból, ebből az átlátóba dioxin van, és a dioxin kioldódik. Ennyi egy kis fél literes petvalaszban több dioxin van, mint azokban a kínai játékok, amit bevontak a boltokból dioxin mérgezés miatt. Kérem szépen, ez is az, hogy sörös üveg, de a sörgyárak adnak arra az üveg. Köszönöm, tehát ott mutatnak fel üveget is. A sörgyárak adnak arra, hogy dioxinmentesítik a sörös palackokat. Igen? Ez csak egy adalék, hogy aminek kettes van, már háromszögben átjön, az az egy jó. Azért is voltak olyan üveget, ami, vagy olyan műanyag jellegű dolgot, amiben nincsenek. PVC-t nyugodtan lehet hordani, meg vannak ilyen 5 literes PVC-t, vannak, lehet benne vizet tárolni, meg volt is. De az az igazság, hogy a polietilén nem jó sajnos. Polietilén nem jó. És szennyed. Tehát ez is, és nézzék meg, bemegyünk egy ABC-be, tele van ásványvíz hegyekkel, és akkor egyrészt nem is tiszta, meg még van benne dioxin is. Visszatérve a vízre. Tehát nagyon fontos, hogy az ételeink tiszta vízzel készüljenek, mert egy szennyezett vízzel készített élelmiszer minőségileg is, meg élettanilag is nulla. Tehát csak tiszta vízzel lehet nagyon finom ételeket, italokat készíteni. És akkor mondanám például a gyógyteát is, és ez egy nagyon nagy lakosságérítő módszer a tea. Következő. Ugye itt van a teának tea filter, van neki egy kis madzagja, és itt a végén egy cicsula. Ebben van a tea. Általában a filteres teákban mindig a szemetet csöpik össze az asztalról, mert azok az ilyen apró hulladmányok, amik itt, amikor a tea feldolgozás van. A másik, kérem szépen, fluorral tehérítenek. Fluorral. És vizsgálatokkal lehet igazolni, ha valaki 5 filter kiszedi belőle teát, és csak 5 filter teletesz egy pohár forró vízbe, és utána megissza azt a vizet, mérgezést kap. Ha 20-at tesz bele, akkor meg is hal. Kérem szépen, micsoda lakosságérítés megy ezekkel a teafilterekkel? Óriási. Csak nehogy azt higgye mindenki, hogy ettől azonnal föl fogja dobni a talpát, mert egyéni immunrendszertől függ, hogy kinél mikor telik be a pohár. Értető? Ki iszik filteres teát? Hát van egy pár, én nem iszom. Remélem ezután nem fogtok inni. Filter nélkül. Filter nélkül se a filteres teát gyártók, hanem a szálas teákat, mert mondom, a szemetet belesöplik, és nem véletlen, ha gyártanak valamit, akkor ráírják a termékbe, hogy mit tudom én, hogyolót, ilyen hogyolót szójaterméket akármit tartalmazhat, mert ugye nem fogják letakarítani az asztalokat, a feldolgozó asztalokat, hanem valahogy benne van minden magyarosan. Na most. A másik lakosságérítő módszer a levegő. Kérem szépen, majd a parlakfűni még eljelek róla, de nagyon fontos, hogy ugye számunkra a levegő tiszta legyen. Hát kérem szépen, tisztítják a levegőt? Itt van már mennyi idő óta van, ha vízzel hajtott autó lehetne, meg hadd ne soroljam, milyen autók mehetnének az olajjal hajtott autók helyett, benzin meg gázolaja, de nem azzal megy. Tehát el van szennyezve a légkör. Az ipari üzemeknél ugyancsak fűtőolajat és egyebeket használnak, megint csak megnő a levegő szén-dioxid és kén-dioxid tartalma. Na most, a kézgáz nagyon szennyezi a levegőt, és nagyvárosokban különösen koncentrálódik, ahol minél sűrűbben laknak a levegő, minél több út van, minél több jármű van, minél több üzem van, ott nagyon magas megy a koncentrációja. A oxigénnel kapcsolatban csak annyit, hogy életanyag az emberiségben 32%-os oxigén tartalomhoz szokott hozzá, tehát O2, a levegő oxigén tartalma. Ma 21%-os a levegő oxigén tartalma, és ez a csökkenés az utolsó 200-300 évben az ipari forradalom óta csökkent ennyire. Mert ennyire elszennyeztük a levegőt. Kérem szépen!
Van olyan, hogy a Rákóczi úton nyáron 30 fokos meleggel lemegy 18%-ra a levegő oxigén tartalma, és csak immunrendszer meg egyén kérdése, hogy ki mikor fog tátogni, mint a falca vetett hal, és összecsúszik, és nem kap oxigént. Na már most. Én ezt régóta felismertem, hogy itt baj van az oxigénnel, és feltaláltam egy olyan dolgot, hogy tiszta vízbe, ami destillált víz, mint a szódás szifon, bele kell vinni nagyon tiszta oxigén. Az oxigénes ásványvizekben általában maximum 50 mg O2 van. Ebben az ásványvízben, amit én kifejlesztettem, ebben 2000 mg van. És én nem is tudtam, hogy a dr. Deák Sándor, egy szarvasi orvos, a klinikáján kísérletet csinált vele, és bebizonyította, hogy ráktól kezdve, mert az a címe könnyebb dugosítás oxigénnel ígyünk oxigént, például a 20-as értékről a cukrot leviszi normál szintre, a 15-ös koleszterin szintet leviszi normál szintre, ha valakinek daganatos áttéte van, és megiszik 20 testsúly kilogrammunként naponta egy litert belőle, akkor nagyon rövid időn belül meggyógyul. Igaz, hogy ez a destillált víznek is köszönhető, mert dr. Otto Hahn is már 110 éve úgy gyógyította a rákot, hogy két óránként 4 deci destillált vizet itatott a betegek. És csodálatosan meggyógyulnak. Mazdaz a módszer, nagyon jól működik, csak hát ugye az emberek el vannak szoktatva, rossz az ízérzékelésük, és ha hozzászokott valaki a dohányzáshoz, az alkoholizmushoz, vagy valami máshoz, nagyon nehezen tud lesokni, még akkor is, ha tudja az agyával, hogy ez rossz neki. Mert el van rontva. Na már most, aki tudatosan él, az le tudja tenni ezeket a rossz szokásaikat. És nagyon érdekes ez az egészen, hogy én előszálláson születtem, és előszállás határában ott van egy oxigéngyár, és ott palackozzák ezeket a orvosi tisztasági oxigénpatronokat, 180 bár nyomás van benne. És én, ha iszom a vizemet, akkor mindig szülőföldennek a levegő oxigénjéből iszom a vizet. Tehát nagyon érdekes, hogy a feltaláló a saját levegőjét vissza, akár hol van a világban, és viszi magával a patron. Tehát a szülőföld levegőjét, ez egy nagyon jó dolog. Na már most. Tehát a levegő tisztasága is nagyon-nagyon fontos. És visszatérve, egy nagyon érdekes dolog, hogy 90-es évek, 97-98 tájékán kaptunk a Lasztások Országos Szövetségétől két mikrobusznyi gyereket, és fölmentünk velük a Dobogókői szívcsapra közelébe, és ott játszottunk. Játszottak a gyerekek parlagfübe, és parlagfübet szedtek, ott allergiások voltak rá. És sok gyerek tette is össze a parlagfübet, hogy visszük haza anyának, megmutatjuk, hogy már nem vagyunk allergiások a parlagfübe. Kérem szépen, mi történt? Amikor a Szentendrei úton bekezdtek érni a Flóriántér környékére, akkor a levegőnek a CO2 meg az SO2 széndioxid és széndioxid tartalma, a pollen burok védje a pollen, de amikor a széndioxid és a széndioxid lemarja, akkor a pollen burok alatt ilyen kis sorokszerű képződmények vannak a pollenen, és ha valakinek érzékeny a légutak nyálfáltér, akkor megkapaszkodik. Tehát nem a parlagfű okozza az allergiát, hanem a levegő szennyezésétől, meg a tejtermékek fogyasztásától, mert erről is fogok majd beszélni, allergiások az emberek. És kérem szépen, régen nem voltak allergiások ezektől, mert tiszta volt a levegő, nem volt ennyi szennyezőanyag, nem volt ennyi kén-dioxid, meg nem volt ennyi szén-dioxid a levegőben. Tehát milyen érdekes, hogy most mennyi növény virágzik itt a tavasz? Hányan allergiások? És mit mondanak? Kérem szépen, már most a parlagfüvet emlegetik. Hát kérem szépen, én hoztam be parlagfüvet, mert most már van, és most már szedem is eszem, mert én úgy írtam a parlagfüvet, hogy megeszem. Engem nem tudnak megbüntetni, hogy nem írtam a parlagfüvet, mert megeszem. És mindig letörlöm, ha valaki nem tudja, hogy milyen a parlagfüvet, akkor itt látom, és akkor közre lehet adogatni egy tálat közre adogatni, kettőt. Meg lehet egy kicsit a levelét morzsolni, és meg lehet szimatolni, hogy milyen illata van. Az Istenek eledelének hívják, nagyon régóta, és kérem szépen a 1900-as évek elején a jobb szalonokban ambrózia illat volt.
Tehát miért van kikiáltva első számú közellenségnek? Most is azt emlegetik, még ne, itt van, aki hozta meg, megmutassa, hogy hol van ebben pollen képződés. Majd viszont nagy lesz, de már ezt emlegetik, könyörgöm. Holott a nyírfától, megyfától, cseresznyefától, meg hadd esően végig az egész fákat, amik most virágoznak. Ugye azokat nem írtják ki. Vallakövet ki kell írtani. Miért? Mert kérem szépen, Lajos, hogyha elmondta nekem annak idején, anno 1973-74-ben, hogy azt mondja, képzeld el, mikor Amerikát felfedezte Kolumbusz Kristóf, hogy a spanyolok ugye terjeszkedtek a új földrészen, és úgy terjeszkedtek, hogy lejöttik az őslakosokat, inkákat, aztékokat, toltikokat, hadd ne soljon végig a nemzeteket. Aztán a portugálok is fölébredtek, mert hajós nemzet volt, ők is követeltek területet. Aztán jöttek az angolok. Hát már szinte elosztották egymás között az amerikai földrészt, Észak- meg Dél-Amerikát, és akkor a franciák érte kaptak, hogy hoppá, hát nekünk is kéne már be az új világból, de már akkor csak Kanada maradt nekik, meg egy-két közép-afrikai vagy közép-amerikai köztársaság. Tehát Kanadában ugye milyen érdekes volt, hogy az angolok is írtották az indiánokat, őslakosokat, de a franciák nem. Na most ezért hálából az indiánok egy csomó titkot átadtak a franciáknak. Többek között a parlakfű titkát is, mert onnan származik ez a növény egyébként. És most hát nagyon hosszú volna, felolvasnám, mert itt több mint két oldal van tele ilyen sűrűn, hogy mennyi mindenre jó. De egy a lényege, őssejtermelés fokozó hatása van. Mit jelent az, hogy őssejtermelés fokozó hatás? Hogyha valakinek az agyával van, vagy a szemével, a beséjével, a belével, a fetefészkével, vagy a heréjével, vagy akármi, akkor a szervezet észlelődő probléma van, elkezdőd őssejteket termelni, ha vízbe olyan anyagot, amiben van, amitől termelődik az őssejt, és az őssejtek meg megoldják a feladatot, ha kell a mese szintjén, ha kell a tüdő szintjén, vagy a szem szintjén, vagy akár, ahol éppen probléma van. Na már most, ugye megtudta a háttérhatalom is, hogy hoppá, de ilyen csodaszer, akkor kikiáltjuk ködellenségnek, mégpedig olyan első számú ködellenségnek, hogy meg is fenyegetem, aki nem írtja, akkor azt meg fogom büntetni. Érthető? Hogy nehogy valaki rájöjjön arra, hogy hát ez egy olyan értékes anyag, hogy azért nem engedik a gyógyszergyárak, hogy ebből legyen valami, ugyanakkor a te vagy gyógyszergyár Debrecenben kb. 30 hektáron tiszta parlafüvet termel, mert gyógyszert állítanak elő belőle. Érthető, hogy micsoda, hogy hívják, hogy vannak? Nem olyan régen tudtam meg, hogy a Debrecen környékén egész komoly parlafültetvények vannak. Mondom, engem nem tudnak megbüntetni, mert én úgy írtam, hogy megeszem. És feldolgozom, és minden kajára szórom a porrá ölött parlagüvet, vagy késsel összevágom petrezselyem zöldjel, vagy más zöldekkel együtt, és rászórom a kiszedett ételre, szendvicsre, turmixra, levesre, főzelékre, tésztára, rizsre, éppen amit eszek, mert vegetáriánus vagyok. Tehát be lehet vinni a nyers zöldeket, de ehhez nehogy azt higgyük, hogy majd jön a, mit tudom én, a országos élelmezés tudomány ítélet és megcsinálja helyettünk, vagy a szomszédasszony. Ezt nekünk kell megcsinálni. Ha nem csináljuk meg, akkor szenvedünk tőle. Akkor megint mehetünk próbafekvésre temetőbe. Mert ezek, kérem szépen, egészségjavító hatásúak. Nagyon érdekes dolgot föl szeretnék olvasni. Ugye ez megjelent a neten, ez az írásom a parlagfűről, és nagyon a világ minden részén Új-Zélandtól kezdve kapunk vissza a leveleket, és egy doktor Sokolai Varga Béla írta Székelyföldről, orvos egyébként, hogy nem akarta elhinni, csak a röviden ismertetem az írását, akit érdekel, az megmutatom neki a levelet, hogy ott volt egy természetgyógyásznál, és a természetgyógyász az egy nő ment, de akinek tapnyi nyála egybe volt, és nem is látott ki a szemén, annyira be volt duzzadva, és ott ő előtte csinált ez a természetgyógyász ennek az asszonynak teát, parlagfűből. És megitatta vele, és azt mondja, hogy körülbelül egy a 25-30 perc után már, nem, 20 perc eltelt, már kilátott a szemén, az arca dagadata és észrevehetően rohadni kezdett, orrfolyása, könnyezése csak nem megszűnt, ez 20 perc után, ahogy megitta a teát. Mikor ugye valahonnan megtudták az egyik tévétől, TV2-től, kijöttek velőszére hozzám, hogy ott előttük kellett, még az Erici gyógyközpontban dolgoztam, akkor meg a Hír TV volt kint,
ott előttük kellett ennem éppen a földözót, mert meg kellett mutatni, hogy milyen a parrakű. Megettem simán. Nagyon jó konditor egyébként, én versenyleg veterán atléta vagyok, és volt olyan verseny, ahol annak köszönhetem, hogy az ötödik helyre följöttem a világbajnokságon második helyre, egy ilyen hosszú dobószámnál, nehéz kalapás lett, és három különböző súlyú kalapásot kell dobni, és az összeadós eredménye alapján jön ki a végleges helyedés. És kérem szépen, mert annyira voltunk, hogy 20 percenként jutott egy dobás, hát annyira nem lehetett bemelegíteni, nem volt hely. És engem már nagyon rég volt, amiben 88 óta vegetáriánus vagyok, főevőnek, magevőnek csúfolnak. Most meg már azzal megyek, egy versenyre megyek, hogy szinte rendelést tartok, mert nem tudok fölkészülni rendesen, mert jönnek oda, hogy egyiknek itt fáj, másiknek ott fáj, a harmadiknek amott fáj. Hát mondom nekik, gyerekek, hiába mondom nektek már sokadik éve, nem csináljátok azt, hát én nem tudok senkit meggyógyítani. Én csak meg tudom mondani, mit csináljon, meg mindenkinek magának kell megtenni a saját gyógyulásáért mindent. Mert én nem tudom helyette megtenni. Én esetleg annyit tudok segíteni, megmondom neki, hogy mit csináljon. Tehát menjünk tovább, mert ugye reggelig tudnék erről a vízről, meg az oxigénről, meg a levegőről beszélni, meg a parlagfűről is. De itt van egy másik nagy bioterrorista lakossággyérítő módszer, a só. Kérem szépen, sajnálom, hogy elment a barátom, mert mondta, hogy a sót majd mondjátok meg neki. A következő. A só egy ősi orvosság. Valamikor háború folytak a sóért. Meg egyébként a sót előrébb fokozásra adják. Gyerekkoromban ugye nem volt lovunk, mivel voltattuk a szekeret? Tehenekkel. Kérem szépen, a teheneknek marhasót kellett adni, hogy bírják a tehenet húzni. Ha nem adtunk neki marhasót, nem bírta húzni. Mit adnak a versenylovaknak, hogy jól szerepeljen a versenyen? Sót. Én is mit teszek, hogy erősebb legyek és boldogáljak? Sót. Tehát többet sóltok. Na már most. Nagyon fontos, én ebből fogok disszertációt írni, nem arra, hogy elvégeztem az orvosi egyetemet. Nagyon sok páciensre van, de az első, hogy mindenkitől kérem a foton vérképet, és hát meg is jegyezhetitek, bocsánat, hogy mindenki tegelek, de így könnyen beszélni a kívánatot. Már vannak tőlem idősebbek, én csak 64 éves vagyok. Na most, például a nátrium szint, így jelölnek, az általában 135 és 147 között van megadva a referencia tartományra, a vérképnél. De, akinek 142 millivolt per liter alatt van, csak ezt a számot jegyezzük meg, annak már kevés a nátrium a szervezetébe, tehát ott már valószínű, hogy a testében a nátrium tartalékokat használja fel a szervezet, és mivel a csontokban van a legtöbb nátrium, a csontokban fogja kivonni a vér, mert a vér agresszív, azt mondja, nekem meg kell lenni a nátrium kálium ion egyensúlyra, ugyanis ha itt van egy sejt, és több millió sejtünk van, itt van egy sejt, itt van a sejtárka, és itt van a sejtnak. Na most, itt van a többi sejt. Csak azokat nem rakom. Sejten belül van a kálium, sejten kívül van a nátrium. És a sejt hátránál van a nátrium kálium ion egyensúly. Ez az élet lényege. Hát fölborul, meghaltunk. Meghaltunk. Na már most. A káliumnak a kiürülési rátája 2-5% fizikai igénybevételtől függően. A nátriumnak meg 65%. És ugyanakkor azt mondják nekünk, hogy ne sózzunk. Miért? Mert a fölborul kálium nátrium ion egyensúly, és megáll a szív akármilyen erős és fiatal valaki. Fehér Miklós, Zavarszky, Kolonics ismerős, csak sportoló. Mit csináltak? Kihajtották magukból izzadással a só, és felborult náluk úgy a sejtártánál a kárium nátrium ion egyensúly, hogy megállt a szívük. A paplajos szívsebész professzor, egyébként megalakítottuk a tudományos rendőrséget, nem mondtam, hogy amúgy meg nyugdíjas rendőr, alezeres vagyok, és megalakítottuk a tudományos rendőrséget, és a tudományos rendőrség szóvivője is vagyok egyben, és a paplajos szívsebész örömmel csatlakozott hozzá. És ő mondta el, hogy például, én ezt tudtam már, hogy Amerikában úgy végzik ki az elítélteket, mert van még ott halálra, ítélnek halálra embereket, hogy 4 milligram káliumot fecskendetnek neki a vérbe, és megállítják a szívet. 4 milligram. És elmondta nekem a szívsebész barátom, azt mondja, hát ővel is kicsesztek először, mert az orvos képzésben utanítják, hogy 4 milligramot kell betecskendetni.
és hogy megállítani a szívet, és akkor elvégzi a szíven a szívműtétet, kicseréli a szívet, hogy megcsinálja a szívműtétet, és utána újraélesztik az illetőt. Igen, ám, de 10 sikeres műtétből 8-at nem sikerült újraéleszteni. Mert nagy volt a dózis, a kálium dózis. És akkor ő rájött arra, hogy hoppá, le kell menni esetleg 3-2,8 mg-ra. Mert ennyit számít már egy milligram is a káliumból. És kérem szépen, hogy lement ilyen alacsonyabb kálium mértékre, onnantól kezdve szintén sikerültek a szívműtétek, szintén megálltak a szívek, és meg tudták csinálni a beavatkozást. Mi történt? Mindent újra tudták éleszteni. Milyen érdekes? Ugye? És ugye most mit hallok a rádióban minden nap? Azt hittem eldobom az agyamat. Van annyi reklám, hogy kell a magnézium, abban igazuk van. És a kálium. Meg a kálium. Tegnap én is ezzel háborodtam föl. Kérem szépen, ugyanis mi történt? Megindítottuk a harcot a sor ellen, illetve az állam ellen, mert ugye én a bűnügyi szakon végeztem a rendőrtiszti főiskolát, és mit pont azzal foglalkoztam egy időben, amikor ilyen ipari nyomozó voltam, hogy hogy vannak összekötetések, meg a dezinformációk, meg az egyébként, hogy vezetik félre egyik a másik, meg milyen módszereket alkalmaznak. És nagyon könnyen felismerem most ezeket a módszereket, amit az állam alkalmaz. Ugyanis van X professzor, nagy tudású, több diplomája van, van Y professzor, szintén nagy szaktudása van, stb. Mi történt? Elütött egy gyereket az egzámen. Oda mennek hozzá, professzorkám, figyelj ide! Lenyeljük neked ezt a balét, maradhatsz a helyeden, de neked ezentúl ezt kell mondani. Ha nem, kirúgunk. És a professzorkám azt mondja. Utána találnak egy másik professzort, aki, mit tudom én, pedofil. Azt mondják neki, oké, megbeszélik a szülőkkel, stb. Az állam hivatalosan. Professzorkám, te ezt fogod mondani. És akkor lenyeljük neked a békát. Érted, hogy megy ez a játék? Na már most, jönnek nekem, mit beszél ez a hülye gyerek, rendőr volt, meg hiába van több diplomája, meg van egészségi diplomám is, de én azért csak ennek a XY professzorra meg egy repetitor. Jó, haver, higgyél, mennyi fogva fekvéssel felesődni. Tehát a képzés is eleve rossz, hogy értsék. A képzés is eleve rossz. És a másik, hogy ezzel lehet nagyon jól birkásítani embereket. És beveszik. Olyan könnyen beveszik, hogy öröm nézni. Na már most, visszatérve a sóra. Én voltam az első, aki főjelentettem a sóipart még 2005-ben vagy 2006-ban, és kérem szépen, ülnek az ügyön, és adogatják, többen is már több főjelentés is van, és mit tudom én, meg most az egyik bíróságon van, de volt már Fehérvárin, a Pestvén, a Pest megyein, hadnesor olyan hol volt, és akkor X bíró megkapja, ott már lejár a 3 napos határidő nála, 3 nap van még hátra, bejelenti az elfogultságot, ír hozzá egy pár sort, megkapja a másik sort. Aztán végig megy a bíróságon mindenki, akkor jó, akkor megjárt a Fejér megyét, most menjen Heves megyébe. Most ott van. Hogy ne tudjunk kimenni vele nemzetközi bíróságra. Mert ez a célunk, hogy kivigyük nemzetközi bíróságra. Tehát a jog, az sajnos jog, nem váljog, és én is tanultam jogot és nem váljogot. Tehát az a helyzet, hogy meg lehetne elvitteni, de hát én ezért jövök egy ilyen helyekre, el lehet mondani, meg ezért örültem, hogy a Mámi professzor is meghívott a Leho TV-ben, meg több helyen, de volt több helyen, ahol voltam tévékben, majd mesélek róla, ahol többet nem hívnak vissza, mert az a műsor, ami velem nem ment élő adásban, nem lehet visszanézni. Az összes többit vissza lehet nézni, azt, ami velem volt, azt nem lehet visszanézni. Na már az. Tehát az a helyzet, hogy a show az egyik olyan bioterrorista államilag támogatott eszköz, amivel nagyon nagy lakosságérítést lehet csinálni. És most csinálják a panonginet. Könyörgöm, kálium amúgy is sok van a növényekben, meg a talajban, és ráadásul a kb. A 60-as évektől kezdve használják a káliumos műtrágyákat. Tehát még több kálium van a talajban, és még több kálium van a növényekben. És a káliumos növényeket mi eszik? Az állatok. Az állatok húsában még jobban felgyorsult. Sok ember vissza az állatok tejét, abban meg még jobban felhúsul. Tehát ugyanakkor azt mondják, hogy ne sózzunk. Hát azzal a sóval, amit boltba lehet menni, tényleg ne sózzon senki. Mert a következő most, ugye most egy olyan
ellenlépést próbálnak, vagy ellentámadásba rendültek ellenünk, mert ugye volt olyan feljelentésünk, hogy ugye ellenőrizzük a sókat a boltokban. Hát kérem szépen, milyen érdekes, amit az INTS vett le sókat a polcról, találomra ilyen sokból, olyan sokból, olyan sokból, az mind jó sokból. Amit mi vettünk le és eltűntük, független, hogy hívják az is, hanem mind rossz sokból. Tehát vagy a vizsgálat volt hamis, vagy pedig ők tudják, hogy melyik só hogyan van megjelölve, amiről felismerik, hogy ezt kell kivenni a polcra. Érthető? Tehát egy tiszta orosz rulett az egész. Mert vagy jó sót teszek le, vagy nem jó sót teszek le. Tessék, mit akart kérdezni? Hát, már nem tudjuk mondani, gyakorlatilag, ha bevegünk a boltba a sóért, nincsen rajta magyar szabvány, tudnék a év elején a kormány tekintette azt a... 98%-a magyar szabvány szerint a sót nem tartalma, de nem, nincs rajta. Pontosan, nincs rajta. És a horvátozi súlyunk például sárga vérlúgsú van, kárium, cianidát, meg ilyenek. Hadd ne mondjam már, hogy miket tartalmaz. Nincsen, én bevegyek a boltba, és már nagyon sok boltba bementem. És de ne vegyen sót boltba! Ha csak nincs zsidó ismerős, hogy bemegy a kósárboltba. Háromféle kósársó van, a háromféle kósársóból is csak a rabbi becsületes kósársó a jó. Mert a másik két kósársó nem jó. Meg most a fésztal is jó, most értkor jó volt egész véletlenül. Az is kész átverés. Nem tudjuk bizonyítani. Csak egy nagyon érdekes példát, hogy Ausztriából származik egyébként, de volt ismerősöként Pakisztánba, az elment a Himalájába, és 300 km-t kellett menni az utolsó helytől, ameddig busszal el tudott menni, hogy átmenjen a Hunzákhoz meg a többi helyekre, 300 km. És olyan hegyi ösvények voltak, meg olyan völgyhidak, hogy egyszerre csak egy ösvér tudott egy emberrel átmenni rajta. És kérem szépen, hogyha szembe jövő ösvér volt, akkor tudták az ösvér vezetői, hogy kinek kell visszatolatni az ösvérrel a kitérő helyre, hogy el tudja menni a másik. És az a himalájosó, amit onnan jön és csak Magyarországon adnak el, az mind himalájosó lenne, akkor január 1. december 31-ig egy irányba jönnél soha megadhatan az ösvére, és mikor megy vissza, amelyik kijött január 1-ig. Hoppá! Tessék már használni az egyik agyunkat! Mi fenyőtítéshez használunk egy német csót, és olyan összetétele van, hogy 97%-os és 3% csomósodásmentes. És van olyan, amiben nincs benne csomósodásmentes, akkor ez is kamusó? Előfordulhat, ugyanis a németeknél a civilizált világban, akkor, hogy mondjam, megint ide tudok mutatni. Sokan vagyunk, de Bangladesben, Szudánban, Egyiptomban, Etiópiában megoldódik a túlnépesedés, mert nincs vízük, nincs rendes kajájuk, hiába szülnek 10 gyereket, akkor csak 2 fog fölnőni, vagy az sem. Meg ölik egymást. De az európai részen, meg ugye idősödik Európa, lényül Európa, mert ugye legtöbb embernek kéményszerű betegsége van, a korom. Igaz? Na most én fölhívtam a kósárboltot, kérdeztem tőlük, hogy van egy kósárboltja. Azt mondták, hogy nincs. És csak beavatottak kapnak kóser sót. Viszont ha elmegy valaki Szerbiába, és megveszi a tuzlai sót, ami Tuzlába, Bányásznak és Boszniába, az 98,7%-os só. Nem, 99,7%-os. Én Vatikából. Vatikán a tiszta nátriumklorid itt van. Na most hadd mondjam el akkor, hadd tartsa meg az előadásot, utána lehessek kérdezni, jó? Mert akkor nem, megelődöm a kérdéseket akkor, jó? Mert elmondom, hogy hogyan, el is akarom mondani. Na már most, ugye egy időben, hogy nem jó a bolti só, egyik sem, még a Himalája sem, és hiába hiszik sokan, hogy jó, kérem szépen, Patikában egyszerűen megvettem a patikai tiszta nátriumkloridot. Adtak a 3 kilót, kértem 3 kilót. Sőt, belőszén a boltba már azt rendelt a patikai szállandóra, ott volt a 64 vármegye rendezvény, meg minden is eltart, megtartottuk az előadást, kiló számra, meg 10 kiló számra vitték a sókat. Egész jó bevétele lett a patikának belőle. Na már most. Ugye rájöttek arra, hogy aki ad magára valamit, az patikában veszi meg a tiszta nátriumkloridot. Hát akkor rendeletileg betiltjuk. Érthető? Hogy ne lehessen hozzáférni, Szlovákiába sem tudtam menni patikába sót. Szerbiába, patikába nem adnak, de a tuzlai só jó, ha jó, megnézem még majd, még nem néztem meg, nem vizsgáltam meg, hogy tényleg 99,7%-a nátriumklorid.
Németország adnak patikai sót, 1 kiló, 20 euró. Hoppá! Tehát ott is az árvag ember azt mondja, hogy 20 euró, én helyen nem adok a sót. Ott is vedik a szívmegállító sóra. Kérem szépen, Ausztria az egyedüli, a cég csinálja ezt a gyógyszertári sót, a Salina cég, ahol lehet venni patikába sót, sőt, ha valaki 10 kilót vesz, akkor még kedvezményt is kap rá. Azt kell csinálni, össze kell fogni a magyaroknak, hogy ilyen jó, ilyen helyről kell hozatni sót. De Magyarországon is adnak patikára, orvos felírhatja, van valakinek orvos ismerése, tessék feliratni, fél kilónál többet nem írhat fel, de azért, ha minden két hétre fölír fél kilót, azért az el tudja látni magát az ember. Ez az egyik beszerzési forrás. A másik, ha van ismerős patikus, az is ad sót. Mert ő sem teszi kockára a karrierjét, tehát ismerős patikustól, ismerős orvostól be lehet szerezni a sót. Most már én nem segítek senkinek, mindenki oldja meg magát, hogy engem, nekem akarnak, hogy szerezek nekik sót. Már magamnak is alig tudom beszerezni. Van itt a Ferenc körút, Vados út a kereszteződésén van egy ilyen vegyszerbolt. Ott árulnak viszont átjunk fluoridot, csak nem 450 forint, mint a patikában 1200 vagy 1300 forint. Az is tiszta só, meg lehet venni. Azzal szemben van egy patika, egy ilyen kínai patikus van ott, az meg azt mondja, hogy mivel csak 10 dekát adhat és azt kiméri, azt mondja, uram, ha beáll 10-szer a sorba, meg lesz az 1 kiló. Szóval, ha nincs senki, akkor is egy társ után 10-szer oda megyek és megkérje a 10 dekát. Tehát lehet szerezni az így a, valahogy a boldi sót. Hozzá lehet tudni, aki nagyon akarja. Na de! Akkor ne, ha valaki Ausztriában megy, vagy Ausztriában megy ismerősen, ne egy kilót hozasson, akkor két hónapúgó, vagy egy hónapúgó megjön, hogy honnan szed. Nyugodtan hozhat 50 kilót, mert korlátlan ideig megőrzi a minőségét, tehát jó lesz az máskor is. Sokkal tovább elállnak azok a konzervjeink, ilyen betőttek meg egyebek, amiket tiszta sóval adtunk el. Mint azok, amit bolti sóval is, akkor most tapasztaljátok. Következő, voltak barátaim, akik azt mondták, mert lehet csinálni a legrosszabb bolti sóból, ami asztali só, vagy ilyen, meg olyan só, Himalája só, vagy akármilyen néven árulják, lehet csinálni, mit? Túlterített oldatot desztillált vízzel. És amikor kezd kihűlni a forró desztillált víz, de a feloldott só, mikor már nem oldódik föl több, akkor leállítjuk, és ami először el kell kristályosodni, az vissza nátriumklorid. Tehát magyarul lehet otthon is csinálni tiszta sót, ezekből a bolti sókból. De most jön egy nagy ütés. Kérem szépen, ismerősök, akik csinálták, azt hittem, ne hidalok. Kérem szépen, a bolti sóknak volt, amelyiknek csak 17%-ra vagy 25%-ra volt nátriumklorid, a többi mint szemét és más só volt. Hoppá! Nem csak kárium, voltak a magnézium sók, de még bróm só is volt. És az összes tengeri só tele van brómmal. Ne szeretek pénzt, csak csináljatok gyereket. Hoppá, ugye? Ki fogyaszt tiszta sót? Nagyon örülök, hogy azért van között egy pár kérdés. Remélem ezután több lesz. Bányos só, azt nem tudom. Kész átverés kategória. Nem kell elhinni. Ha oda megy a bányába, vagy oda mész a bányába, parajdra, és ott a, tudod, hogy most itt is szifeket magadnak, és tudod, hogy egy van átvinkolni, mert ott is keverve van. Mi a én meg azt mondom, mérnök vagyok az első szakmám szerint, hogy nem hinni kell, hanem mérni. Más kérdés, hogy hogy működik ott a háttérhatalom? Mert Romániában is gyilkolják az emberek. Nincs kivétel, gyerekek. Lehet itt jönni mindenféle hangzatos nemű sokkal. Én csak amit magam előállítok, vagy az, amit nem mernek hamisítani a patikában, tehát azokat merem elfogadni, vagy ha vannak olyan megbízható helyek, ahol, és ezért jó, ha van ismerős patikus, ismerős orvos, fölírja, és akkor beszerezze. De mindenkinek ezt az utat magának kell megjárni, mert én nem járom meg helyette. Na, ez a lényeg. Hát lehet hozzájutni. Ausztriából raklasszámot is elhozhatod. Igen, nekem is, mikor mondtam, hogy Ausztriából 20 kg kellene, azt mondják rá, hogy a fanyit nem hoznak, de ha kérek egy raklapba, 3 tonnát, akkor hozzá. Most arra viszont nincs időm, hogy sóval kereskedjen. Tehát egyetől a kerét, aki meg tudja oldani, hogy megrendeli, és akkor már nyitod egy sóboldot, ilyen jól fog menni az üzletek, garantálom. És nem is kell engedélyt én az ANTR-től, mert EU tag vagyunk, tehát EU belül nem kell hozzá külön más engedélyt.
Hát ott olyan 10 kilót adnak 30 euróért. Németországban meg 1 kiló 20 euró. És ha valaki minél többet tesz, annál nagyobb a kedvezmény. Tehát ha 20 kilót adunk, annál lehet, hogy nem 60 euró, hanem csak 50. Értem? Most adtam egy lehetőséget valakinek, aki elgondolkodik, és azt mondja, hogy ő fog a sóval foglalkozni, mert tényleg egy nagy biznisz. Tisztanál, 100%-os átjunk Noli. Csalinak ez a cég neve, fölírom. Meg kell ülni a számítógépet. Google-ba, Csalinak. Meg kell rendelni, kész. Ez a cég programot. Vagy mondom, ha valaki Patikába megy, átmegy Ausztriába, akkor vegyen 100 kilót, vagy 50 kilót hozzon ismerőseknek, rokonoknak, hogy ne kelljen. Nem biztos. Lehet lenni humanájosok, de lehet lenni próba fekvéssel temetőre. Na, ennyi. Meg kell vinni a végrendeletet, mert komolyan módon gondoltam arra, hogy valamelyik temetőben csinálok egy ilyen próbaragadalt, és akkor pénzért odaérnek, és mindenki betekhet, és próbálok, hogy milyen érzésre lesznek a ragadalmat. Nem vicc! Ez halál komoly! Halál komoly! Tényleg halál komoly! Nem kell vinni semmibe! Mondtam, kész átverés az egész. Így működik az egész. No, elérésre közben beszélek, és van ez is nátriumvesztésem a beszéddel. Közben ha kérdezem meg, hogy ez a Bajs utca, a Ferenc út sarkán, hogy ez a Vegyszer volt, hogy... Vegyszer volt. De van az analitikai volt, és analitikai is még az a legtisztább, mert a műszerek mérésének a ellenőrzésére, vagy beállításához használják, de az még drágább, de ha más nincs, akkor az is jó. Hadd ne mondjam, elmentem előtte, villamosról láttam, de hadd ne mondjam, hogy most már pontosan hány méter esik a Balázs utcától a Düllői út irányába, mert ott van. De van egy-két olyan patika, például fölmegy valaki a Hegyalja úti Patikasség patikába, ott a körüldvari a gyógyszerésznőt, akkor ad neki sót. Ugyanígy van a Fűrész utcai patika 14. kerületben, körüldvari a sót, megmondja, hogy én küldtem, akkor megkapja a sóját. Tehát, hogy mondjam, ki kell tapogatni, hogy hol vannak azok a csatornák, onnan be lehet szerelni. Tehát tudunk visszaadni egy pofont a háttérhatalomnak, hogy most akkor gyerekek, gyérítsétek magatokat. Egyébként megmondom őszintén, hogy ez a civilizáció halálra van ítélve. Sajnos a római birodalom és az egyiptomi kultúra, a görög kultúra mind oda veszett. Mert olyan magas rómon képzelték magukat, egy földünk van, könyörgöm. És a háttérhatalom ura is ezen a földön élnek, úgyhogy előbb-utóbb nekik is végük le. És főleg most, hogy adott esetben, mit tudom én, sokan azt mondják, hogy jön a világ vége, hamarosan jön a világ vége. Kérem szépen. Én meg azt mondom, jó van, jön a világ vége, akkor Magyarország lakossága meg fog növekedni. Miért? Mert mindenki ide jön Magyarországra, mert mi 50 éve el vagyunk maradva a világtól. De egyébként, csak úgy, hogy mellesleg mondom, hogy a pólusváltás bekövetkeztet a mágneses pólusváltás. Na most azt is tudni kell, hogy a mágneses pólusváltás idején, amíg a pólus megfordul, sajnos lesznek földkéreg mozgások, meg hadásolja, meg minden. De mivel megszűnik a mágnesesség 3 napig, meg fogunk vakulni 3 napig. Na most aki ezt nem tudja, és nem készül föl rá, és mikor elmegy neki a fény, akkor rájön, hogy hoppá, most van az a 3 napos időszak. És akkor nagyjából megjegyeztem, hogy hol van a vizem meg a WC, és akkor első fogok addig a sötétre, hogy eltapogatok 3 napig. Mi van, ha buszon ülök? Akkor meg úgyis megáll a busz, akkor valahogy kitapogatom, hogy elmegyek egy helyre, és ottan kivészelem azt az időszakot. Ha hideg van, akkor bemegyek egy meleg helyre. Vak is tud tapogatni, hogy merre menjen. Na most a lényeg az, hogy nagyon sokan lesznek öngyilkosok. Mellettől megjelent. Mert olyan gyérülés lesz a lakosság, hogy mert voltak már ilyen katasztrófák, tehát hogy mondjam, aki ellen is felkészítve,
azért mondom, beszélgessük az ilyen dolgokról az ismerőseinkkel, rokonainkkal, családtagjainkkal, mert előfordulhat, ugyanis a földmágnesos jellegű eltérései erre most eléggé közeli, hogy hívják, az időpontot jósolnak. Én megmondom őszintén, azért nem félek ezektől, mert aki egyszer megszületik, az meg is fog halni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nem mindig az hal meg, aki koros, hanem az, aki soros. Van, aki 2 évesen soros, van, aki 5 évesen soros, van, aki 120 évesen soros. És kérem szépen, a másik, én mindig azt tanítom, és azt mondom nektek is, hogy a testetekkel úgy törődjetek, mintha 1000 évig akarnátok élni, a lelketekkel meg úgy, hogyha bármelyik pillanatban visszaszólítanak benneteket a másik létbe, akkor ne legyen szégyenkedni valótok, hogyha számot kell adni az életetekről. Ennyire pofon egyszerű az élet. Tehát, hogy mondjam, nem, hogy az az igazság, hogy nagyon sok ember el van szállva egy kicsit a földtől is, meg magától is. És nagyon egyszerű kórhüvelyek vagyunk ezen a földön, és ugye nagyon sokat tehetünk azért, hogy ez a föld megmaradjon ilyennek, de sajnos elkótyavetjéljük a tartalékokat is. És egy nagyon érdekes sztorit mondanék, és ezt le is sajnálom, mert így érti meg a legtöbb ember. Akkor ezt lefajtolom, majd leteszem. Egy néni írt nekem egy levelet, hogy menjek ki hozzá felmérni, mert elektroszmoggal is lakossági érintés van. Meg mobiltelefonnal, meg mikrohullámosütővel is hadd ne soroljam. És a következő történt. Mondta, hogy menjek ki hozzá, mert nagyon rosszul alszik, egy egyház idős otthonban lakik, és nagyon rosszul alszik az utóbbi időben, és nem tudja, hogy miért. Holott ő nagyon régóta vegetáriánus, meg nagyon tisztán él. Jó van, kimentem hozzá, mi történt? Kérem szépen, itt volt 2 szoba. Itt van a folyosó. A 2 szoba el van választva egy falon, és a elválasztó falon van egy ajtó. De ez le van zárva, és a 2 bejárati ajtó külön ebben a szobában van. Na most, ennek az idős hölgynek itt volt az ágya, a másik idős hölgynek meg itt volt az ágya. Ez az én hölgyem, ez meg a szomszédja volt. Ennek a hölgynek egy telefonja volt, ami dróton jött a fali, és a falon volt egy készülék, amit ő levette, és a vitte a fagyból csont nélkül, drót nélkül, mindig ide az éjjeli szekrényben. Most ez a fali készülék és a levett készülék között folyamatos adásvétel kapcsolat volt a nap 24 órájában. Ez egy olyan teljesítmény sűrűséget idézett elő ebben a térben, hogy ezen a falon keresztül, meg a hokiákon keresztül átment, és már egyre növekvő. És ez a néni ettől volt rosszul, meg ettől volt rosszul, a szomszédtól. Na már most. Mondom a néninek, hogy hát mondom, legyen szíves adni egy vérképet, szeretném megnézni, milyen a vérképe. És kérem szépen, mikor megnéztem a vérképén a születési dátumát, azt hiszem rosszul látok. Ez volt 2009-ben, 1899-ben született ez a hölgy. Mondom, maga 110 éves. Most meg már 112-ben, mert múlt héten beszéltem vele. Azt mondja, igen. És mondom, doktor Hank Ilonának hívják, nem titok a neve. És akkor mondom, hát maga orvos, azt mondja, nem, biológus vagyok. És mondom, akkor meséljél már, hogy miért kapott doktori címet. Hát azt mondja, még 1923-ban, amikor végeztem az egyetemen, arról írtam doktori disszertációt, hogy nincs a magyar földön, nincs a magyar talajban szelén. És a szelén nagyon fontos nyomelem, antioxidáns és sejtregenerációt biztosító anyag. Nincs a magyar táplálékban sem. És ő ezért doktori címet kapott, ezért a felfedezéséért, és kérem szépen ő azért néz ki most 112 évesen is úgy, mint egy 80 éves, és ha valaki mellett ott áll a metrónál a villamoson, mert egyedül jár kell a városban, nem tudja senki, hogy mellett egy 112 éves földjár. Mert 1923-ban a szedi a szelén, fosfát. Tehát azt a tápanyagot, ami nem jut be a tápláléka, mert nincs bent a talajba, és nincs bent a táplálékba sem. És akkor most jön ennek a néninek a nagyon nagy köszönhetőség, 1954-ben mehetett volna nyugdíjba. De nem ment el, mert mondták neki, hogy voltak nemzetközi eredményei, és hát mondták neki, hogy 70 éves koráig legalább dolgozzon.
hát dolgozott 70 éves koráig, és kérem szépen, megdöbbentek a kutatótársaival, mind. Azon döbbentek meg, hogy 1960, amikor az 50-es évek közepétől beindult a mezőgazdaságnak az iparszerű termelésre való átállása, magyarul, TSX állami gazdaságok és egyebek jöttek létre, és ezzel az iparszerű termelésre való átállással megszűnt a vetésforgó, a talaj pihentetése, normál drágya helyett műtrágyát használtak és káliumot sokat. És mi történt? Kérem szépen, most figyeljen ide. 1960-tól hiteles mérésekkel igazolhatóan 51 évvel ezelőtt. Volt olyan összetevője a vélelmiszereknek, aki 50%-os csökkenést mutatott, volt ami 60-at, de volt ami 80-at. 5-6-6. És az ott eltelt újabb 50 év, most képzelhetjük, hogy most meg. 51 évvel ezelőtt a beltartalmi értékelt tartalékoknak ennyire lecsökkent. Most egy ábrát fölhajtolok, és erre nagyon büszke vagyok, megmondom őszintén, mert ez a 1900-as év, ez a 2000-es év. Nem is 2010-es év, 2000-es. Ez a nulla, és itt van fönn a 100. Megmondom, miért vagyok erre büszke. Erről a témáról tartottam előadást egy cégnek, fölvették videóra, és jelentkeztek vele egy ilyen tudományos kisfilm kategóriába, ilyen filmszemlére, és az első 10 közé bekerült az én előadásomról szóló film. Hát aminek ez az egyik lényege, amit most mindjárt lehajtol. Tehát itt van két évszám, 1900 és 2000. Ha az immunrendszert nézzük, legyen mondjuk zöld. Itt volt fönn az emberek immunrendszere 1900-ban, 2000-ben meg itt van lent. De ez nem így jött lineárisan, hanem köve exponenciálisan jött így. Érthető? És akkor jött a környezetszennyezés. Kérem szépen, a környezetszennyezés jelenik pirosra, hát itt volt valahol a nullához közel, 1900-ban. Most meg itt van fönn. De ez se így jött egyenesen, hanem így. Mit jelent ez az ábra? Ez a kereszteződés, ez körülbelül 20-2 év, 1980 körül jött be. Tehát ez a kereszteződés. Tehát 60-70-80%-os betartalmi értékcsökkenés következett be már 60-ban a táplálékokban, ugyanakkor a környezetterhelés megugrott. Miért ugrott meg? Mert ugye jött az elektromosság az 1870-től, de úgy igazából az országban úgy 1950-től terjedt el az elektromosság. Na most az elektromossággal sajnos ártalmakat idéz elő, majd mindjárt mutatom ezt is, mert hoztam rá anyagot, sőt műszert is, csak azért, hogy nehogy azt higgyük, hogy a levegőben beszélek. Ez itt egy műszer, közelítem az elektromos tér felét, még ha hallgatjuk, akkor halljuk is. És mi csinál Dr. Vasari Emotor nagyon jól itt lerajzolja, illetve kutatása igazolja, hogy a szervezetünk ugye nem véletlen hány százaléka víz, 70%-a, de vérnek 90%-a, és ilyen szép rendezett vízkristályok vannak a vérbe. De mit csinál vele az elektromosság? Mikrohullámú sütő, mobiltelefon, de sajnos. Amolt rendszerű struktúrájává teszi. Most képzeljük el, hogy több milliárd vélemeszkénk van, és mindegyik amolt rendszerű struktúrájává válik. Tehát 1950-től egy ilyen teher jön ránk. És mi jött hozzá? 1945-ben találták fel a radar. És kérem szépen, ugye a hidegháború óta, 1960 óta már beradaroztak bennünket, úgy most meg a polgári repülés mellett is hadd esoljam, olyan radarhullámok van, aki lokátor főkezelő voltam katonaként, tudom mit jelent. Senki nem él, akik velem együtt voltak. Én is a 38 éves, 40 éves koromban olyan beteg voltam, ha akkor nem váltok életmódot, ma már nem élnék. Ennek köszönhetem, hogy élek.
Tehát olyan sugárzásokat kaptunk arra a hullámoktól ott a kedvelőegységbe. Na már most. Hát egy újabb hullám jött. Akkor kérem szépen. Jöttek a frekvencia modulált adók, először voltak az amplitúdó modulált, az jött a frekvencia modulált, akkor jöttek a különböző egyéb szolgálatok, tűzoltóság, rendőrség, vasút, stb. Volán, mindegyiknek. Mindenütt ott van, mert elérhető. Ha itt volna egy ilyen rádió, tudnánk a volánra beszélni a rendőrséggel, a tűzoltók, itt van benne a teremben, uraim. Érthető? És jöttek a mobiltelefonok 1992-től. Három pillanat, hogy ők készülők, T-mobil, Vodafone, milyen másik a? Vannunk ilyesetben, most van új neve van, nem csak a lényeg. Telefon. Na, itt van benne a teremben. Ha előveszük a telefon, mindenkel tudunk beszélni. Átlanak a lényegszerteni? Átlanak a vérvíz struktúrájának? Átlanak. Akkor mikor jött el a mikrohullámú sütőár? 1988-tól jött be az országon, mert a trabantok tetején hozták Ausztriából. Nem vicc. Kérem szépen. A mikrohullámú sütő az egy halálgyár. Ahol mikrohullámú sütő van a lakásban, ott nem csak ők, hanem a szomszédokban is beindul a rákosodási folyamat. Miért? Azért kérem szépen, mert hogyha ez egy biofaja, háromféle ártalma van a mikrohullámú sütőnek. Egyrészt az elektroszmog, kimutathatóan. A másik, kijön belőle a sugárzás, nincs rendesen leállnékolva. RTL-túl reggel műsorában meg voltam hívva, ez most nem mobil, de képletesen él. Bevettem egy mobiltelefont a mikróba, rácsuktuk az ajtót és fölhívtuk. És megszólalt. Tehát megtalálta az a kis telefon az onnan 10 km-re lévő adótornyot. Pedig be volt lárva egy fény szekrénybe. Érthető? Na látos! Mikor az ördög Dórát megtudta, hogy akkor hát kijönnek közel azon a sugárzáson a mikrohullámú sütőnek, és majdnem lefordult a székről. Kérem szépen, azt az 1-15 perces adást a reggeli műsorban már azon nem lehetett visszanézni. Minden más műsor persze lehet. Nem, olyan erős a mikrohullámú lobby, meg a mobil lobby, hogy elérték a kereskedelmi televíziónál, hogy ne lehessen végignézni ezt a, ne lehessen megnézni ezt a műsort. Nekem is van mobilom, de le van árnyékolva, illetve le van védve, és nem használom, amit lehet vonalason azt csinálok, és nem mondtam le vonalas telefonról, sőt anyának is mondtam, hogy ne mondja le, hanem tessék vonalasról beszélgessünk. És a vonalasnál sem jó az, hogy Zoltgéncs jön a partról, akkor meg ott ugyanolyan baj van, mint hogyha egy mikrohullámos sütő lenne, és a másik. Tehát egyszer van a mikrohullámos sütőnél az elektroszmog, egyszer van a kijövő sugárzás, amit mérni lehet. Gyűrűs Józsi barátom ott volt előtt, a művelődés járnál van egy ilyen presszószerűség, és ott van mikro. Na mondom, kapcsoljátok be a mikrot. Kimentünk a Józsival az utcára, lő műszerével 50 méterre is mértük az emberi káros sugárzást. Panelházban lakó körüljelen, mert a szomszédét levédi a panel, aki téglaházban lakik és a szomszédban a mikro, akkor őt is hazavágja, nem szedti 20 ezer milligram C-vitamin, legalább naponta. Na most, hát szóval igen, szokták mondani, hogy az életre föl kell készülni, és az optimisták még mindig angolul tanulnak, a pessimisták meg héberül és cigányul kezdte kell tanulni, a realisták meg zöldig tanulnak. Na most, tehát az a helyzet, hogy visszatérve ide, és akkor nem beszélek a digitális sugárzásokról, meg a szatellit. Ha most ki volna világítva Magyarország egyet között 29 műholdban. Most mindenki, hogy most GPS sugárzással, vagy kémhold sugárzással, vagy meteorológiai műhold, vagy milyen sugárzással, de itt van 1000-10000-20000 Hz-es frekvenciákkal. De visszatérek a mobil mikrohullámú sütőre. A mikrohullámú sütőnek a legnagyobb ártalmát okozza, hogyha beteszünk a mikrohullámmal, oldják meg a géntechnológiába a génburkot. Tehát ha beteszünk a mikrohullámú sütőbe egy biofaját, és akár melegítjük, akár sütjük, föltük benne, kiveszünk, génmanipulált ételt kapjuk. És aki degenerált ételt eddig, az maga is degenerálódik. Azért mondom, akinek mikrohullámú sütője van, az már előre megrendelheti a fejszáját. Igen? Elektródtűzhely vagy gáztűzhely?
Rusev mondja, mit használ Havert? Spalhertot, meg Lárdot. És mivel most nagyon sokan áttértek, most ez egy másik két átverés kategória, én fogomérnök vagyok amúgy egyébként, és féletlében a Dunai Vasműbe hullottak az emberek az indukciós kemencétért. Mert olyan magas a elektromágneses tér. És ugye mivel sokan most már nem veszik, akik gondolkoznak a vitrólámú sütőket, de szeretnek tiszta konyhára, meg ne legyen gáz, meg láng, meg stb. Indukciós kemence. Ott megyünk van a partszakad. Nesze neked! Aki beveszi a sületlenséget és átvált mikrohullámon a indukciós kemencére, vette ugyanaz. Tehát érdekel, hogy kifinomultak ennek a módszerek? Csak hát, hogy mondjam? Nekem egy is nincs. Se indukciós kemencőm, se mikrohullámú sütőnkség nem is volt soha. Tehát ezt már nagyon régóta tudom. Úgyhogy ezért van az, hogy egyrészt csökken a tápanyagok tartalma, és majd növekszik a benne lévő szennyezőanyagok tartalma, szóval ennél gyengül az immunrendszer ezek miatt. Érthető? Nem tudunk ellene mit csinálni, nem itt kell élni. Én mit csinálok? Kérem szépen. Dr. Linus Pauling, megint egy évszámot írott, 1952. Érdemes megjegyezni ezt a részszámot, de az orvos nevét is, ugyanis ez a Dr. Linus Pauling a Szent Györgyivel kapta 1937-ben Nobel-díjat a C-vitaminért. Aztán a Szent Györgyi leállt a kutatásokról, és 1952-ben 8000 mg-ot szedett. Aztán, amikor rákos lett, azt mondta neki a Linus Pauling haver, szedjél többet, mert ezzel nem gyógyult meg a rákos, és elkezdett 20000-et szedni, amire a Linus Pauling Nobel-díjat kapott 52-ben. Nobel-díjat kapott azért, mert megállapította, hogy embernek a napi szükségete 20000 milligram. Vagy két gram. Teljesen egyet, hogy hogy mondom. Nem is az a lényeg. Az a lényeg, hogy a Szent György is elkezdett ilyen dózist tenni, és meggyógyult fél év alatt a rákból. A másik. Ha valaki ilyen dózist a szedi, hivatalosan ma mennyit mond a OEP meg a 60 milligramot? A 20000 helyett. Az a két gram egy ilyen erőkanál, egy a két gram? Kell venni a patikába egy ilyen adagolókanal, az be van kalibrálva, belevágod a patikába, mert akkor bízsabba, és akkor az beleteszed egy liter destillált vízbe, amiben fekete vízke, meg csipke szőrfal összerázom, ebben már megittem a mai adagolót, tehát ma már én a 20000-et elvittem. De vettem egy CLS-es is ma már kettőt, tehát ugyanis nagyon fontos, hogy az aszkorbinsav csak akkor szívódik fel tökéletesen, ha van benne természetes C-vitamin, ami csipke, bogyószőr, fekete lipidszető, stb. Meg bennem is van nyújtott hatású természetes C-vitamin. Tehát folyamatosan mindig találkozik velem a bevitt aszkorbinsav is normális, rendes C-vitaminnal. Ezért számíthatok arra, hogy a szervezetemben az így bevitt C-vitamin teljes mennyiségben, teljes tartalomban hasznosul. Olyat hallottam, hogy igazgatóban C-vitamin lehet kapni, ilyen fél kilócsörgyalani. Szent Györgyi azt mondta, hogy az nem gyógyszer, az kilócsába kellett állulni a boltok, amit a lisztet meg a cukrot. Vagy a sót. De most megmerítették ezt is a patikában. Nem lehet látokon kilócsába venni 20 dekát a percben. Nekem azt is Németországon voltam, kilócsába. Tehát sajnos meg kell keresni azokat a csatornákat, és ugye a rákgyógyításban Kecskeméten van egy klinika, mit csinál? 25000 mg infúziós oldatot destillálva ad be intravénással, és az átvétes rákból rövid idő alatt gyógyulnak az emberek. Milyen érdekes? Fő alatt csinálja egy kicsit, mert hivatalos engedély nincs. De nagyon jól működik a rendszer. De könyörgöm, nem kell elérni arra szintre, hogy rákosak legyünk, mikor meg tudjuk előzni. Hát ez a legfontosabb. És mivel rákosítanak el bennünket? A tejjel és a tejtermékkel. Ugyanis van az élővilágban egy törvény, mondtam az elején, hogy természettörvény. Természettörvény az is, az emlős megszüli a picinyét, és a pici eléri a születésük új háromszorosát, akkor az emlős leválasztja az anyatejről, és rácsutatja a fajra jelentő táplálékra. Ha ez egy vakond, akkor a vakond táplálékra, ha mit tudom én, szarvas, akkor a szarvas táplálékra, a zsirák a zsirák táplálékra, az ember meg az emberi táplálékra. És ha arra sincs olyan arra, hogy megkitassa a tejével a borját, amikor elérte a születésük új háromszorosát, mert a tejben milyen DNS kódok vannak? Kis fociból nagy marhát kell csinálni. A tehén tejé. Szüksége van erre az embernek?
akkor megint leírok egy érdekes számot, érdemes megjegyed, most akkor ezt letörlöm. Másodpercenként 200 ezer sejt újul meg egy emberi szervezetben. Másodpercenként. Tehát ez egy robbanásszerű sejtmegújulás folyamat. Mindenki, aki itt van a teremben. Na már újszülöttnél is már 5%-a se lehet sejt. És kéményseprő betegsége van mindenkinek a kolom, mert ahogy idősödik, egyre több lesz a selejtsejt. Érthető? Na most, hát a selejtsejt kap egy olyan DNS kódot, hogy a kisbocikból nagyon hát kell csinálni. Akkor az is fog ám növekedni. És miért van előírása, hogy a kisgyerekeknek még vigyázz az orvostudományt, hogy mondják, hogy a gyermeknek nem szabad egy az egybe fehér tejet adni. Így van? Az embernek az embertől kisebb tömegű állatok tejét szabad enni. Mert annak a DNS kódjai gyengébbek az emberi DNS-ektől. Érthető? Tehát az embernek az embertől nagyobb tömegű állatok tejét nem szabad inni. Stimmel? De nagyon jár megitták, meg én is megittam 50-es években. Mi volt? Volt immuntartalékod. Fel tudta dolgozni? Meg a táplálék is tisztább volt. Tehát ennél nem mondjuk azt, hogy mert a nagyanyám ezt meg azt csinálta, erre az ábrára gondoljuk. Büntetlenül ehettek, ihattak, keverhették a kaját, tisztább volt az élelmiszer, tisztább volt a légkör, meg minden, nem volt annyi környezettermelés, és volt bőven az immunrendszernek ereje arra, hogy tekintje ezeket a problémákat. Érthető? Most itt vagyunk már, itt! Tehát nagyon fontos, és egy nagyon érdekes kínai példát mondanék, Kínában 4000 óta nem isznak kenyeret. Pedig tömmel vércsoportok, majd mindjárt beszélek a vércsoport szintű táplálkozásról. Miért? Hát de nem hülyék. Kérem szépen, ők ezt tudják nagyon régóta, a kínai gyógyászat nagyon sok minden olyan dolgot hoz be most, amit ugye nem is tanítanak az egyetemeken, és akkor csodálkozik el egy orvos, hogy hát azt a 6000 éves orvosi tudást, amit ugye mi természetgyógyászok alkalmazunk, ők nem tanulták az egyetemet. Nem is tanították meg velük. Na már most, Kínában, mivel nem isznak tejet, meg nem használnak tejet, 1000%-kal, hadd nem mondjam most számokat, hogy a szám nagyságrendben mit jelent, de százalékosan 1000%-kal kisebb a daganatos, a rákbetegek száma, mivel nem isznak tejet. Mi az érdekes? Azok a kínaiak, akik Európában és Amerikában élnek, és ugyanúgy az ősi kínai életmódot folytatják az európai és amerikai viszonyok között, azoknál ugyanolyan alacsony a rákelőfordulás, mint a kínaiaknál otthon. Viszont azok, akik itt élnek Európába és Amerikába, és áttették a táplálkozási szokásokat, és a táplálkozási szokásokat áttették a tejtermékfogyasztást is, azoknál megint megjött 1000%-kal a rákelőfordulás. Ugyanannyi húst tettek, ugyanannyi gabonát tettek, hadd ne soroljam a zöldségeket, meg az egyebeket. Mi az, ami nem ugyanaz? Az a tej. Emiatt ugrott meg nekik a rákelőfordulás. DNS volt, kisbociból nagy barnát kell csinálni. Nem erre van szükség az emberre. És kérem szépen, készáltalás kategória, azt mondják, hogy az emberek hát nem olyan gyorsan döglenek meg, a fene hegye meg, hát akkor a háttérhatalom még egy adás ráadott, ez pedig homogénmetszetés. Tehát homogénezet. Mit jelent ez? Azt, hogy van egy zsírsejt, és hát ugye a tejzsiradék, ha műanyag hordozó eszközök vannak, most mindegy, hogy tejpörös forrág, vagy tejetacskó, vagy akármi, akkor megjelenik az oldalán, és a busztus alapján a tejzsiradék. Azt mondták erre háttér hatalom, hogy szétcsapjuk ilyen mikrocseppek ki azt az egy tejzsiradék szemcséket, és akkor homogénezünk. Na már most ezáltal busztusos lesz, mert nem maradott a tejzsiradék. Igen ám, csak az emberi érrendszer, meg a genetika arra van bekalkulálva, hogy az érpályába ugye el tudja vinni ezeket a pocsivákokat, zsírsejteket és megfelelő helyre eljutatja. De ha becsapjuk a szervezetet, magyarul olyan zsiradékot viszünk, ami homogénezett, és az most már az van a tejtermékekben, akkor ez lerakódik, ahol csak tud, nem csak a zsírsejtekkel, meg a májnál, meg egyebeknél, hanem érvel háztátok ezzel mindent eldugni. Tehát szép lassan a szív- és érrendszeri betegségek, vagy egyéb más nyavajája lesz az illetőnek, ahol itt milyen gyenge az immunrendszer. Tehát a tejjel egy másik nagy lakossági érítés van,
A kecskete gyírkatel jó. És kérem szépen, árulják a kaukázusi kefirt. Kaukázusban a lapház öreget 120 évesen is táncolnak. Volt itt egyszer egy ilyen 120 éves lapház táncegyüttes, néptáncegyüttes. Kérem szépen, ők kaukázusi kefirt esznek, de kecsketejből van. Itt nálunk kaukázusi kefirt adnak a boltba, tehéntejből. Kész átverés kapcsolatban. Gondolkodjunk. Tehát ma már itt vagyunk, és ez nem engedi meg azt, mint itt, hogy megehetjük a tehéntejet. Stimmel? Ennyire pofon egyszerű. És a másik, a margarin. Kérem szépen. Ja, és még az állatoknál visszatérve, ugye, amivel mindenféle szeméttel letedik az állatokat és a teheneknek, marháknak. Csottisztet, pustisztet, hallisztet keverenek a takarmányba. Mire van szegény genetikailag tehénben rendezkedve emésztésére vagy anyagcsereinek? Növényi emésztésre. Persze, hogy toxinok termelődnek. És még mi? Sok minden egyéb más szennyezőanyag. És dr. Ballasz volt az állatorvos, aki humán orvos is lett, aki csak csodálkozott, hogy a humán gyógyászatban az embereknek nem adnak táplálék kiegészítőt, ugyanakkor az állatoknak, meg hatszor annyit adnak, mint ami az embereknél megvan határozva. Hatszor annyit. Mert az állat az értékes, mert nem lehet előle étel, hogyha elpusztul. És akkor befektetett pénz ugye ugrik. Nagyon érdekes. Ha nem én hallom, akkor azt mondom, hogy nem igaz. Következő történt, Fejér megye rendőrfőkapitányságon a víz- és légirendészeti vonalat, meg a környezetvédelmi vonalat vittem, nagyon szerettem repülni egyébként, és a, hogy hívják, hogy is hozzám csapták az ilyen katasztrófavédelmet. Tehát én képviseltem ott egy ilyen közép-dunántúli katasztrófavédelmi bizottság, és hozzám tartozott a Paksi atomerőm is. És ugye mentünk le Paksa ellenőrzéseket folytatni, és amikor, hát ugye, én, mint árvizes, ismer árvizvédelm is, mint vízirendész hozzám tartozott, mert észrevettem, hogy Paksnál árvíz ellen nem annyira jól védett a Paksi erőmű, és hogyha jeges árvíz jönne be, akkor meg katasztrófa is lehetne. Na már most ugye föltettem akkor a kérdést ott az illetékeseknek, ez volt olyan 85 körül, hogy hát kedves emberek, hát hol vélek, hogy van itt? Hát most mi a vanni 30 km-es körzetben, szirénarendszer van kiépítve, értesítjük a lakosságot, meg egyebek. És akkor mondom, tehát nem, ki van akadva a községekben, például a Gázárat, meg a vegyvédelmi ruhat, de nincs ki ott van az embereknek, van ott van a raktárban. Na most, akkor éppen nincs ott a polgármester, nem ment Bulgáriába üdülni, akkor most hogy jut hozzá mondjuk a lakosság, ha éppen vészhelyzet van. De itt egy másik nagyon érdekes dolog. És mondom, a gyerekekkel mi van? Nincs gyerek Gázárban? Hát az nincs, azt mondja, azt nem lehet követni, hogy gyerek hogy fejlődik. Azt mondja, a gyerekek ilyenkor le vannak írva a vesztesége, élőerő vesztesége. És mondom, hogy? Hát azt mondják, hogy a gyerekekben még nem költő sokat az állam, az nem olyan nagy veszteség, mint egy ember. Hoppá! És ez most is így van! Ez most is így van! Mindegy, hogy mostan kikormányoz. Érthető? És meg akarják hosszabbítani az atomerőmű működését. Kézzel lábbal tiltakozunk ellene. És akkor itt egy másik érdekességet, most a margarina majd visszatérek. Kurhol, csak. Amikor Hiroshima-ra, Nagasakira ledobták az atombombákat, az amerikaiak, jóval nagyobb élőerő vesztességgel számoltak. Meg most is a Fukushima-nál. Meg számolnak. De nem következett be. Miért? Mert kérem szépen, ez a 110 éves néni, vagy 112 éves néni azt mondta, hogy nincs a magyar talajban jót sem, és nekünk nem jódozott sót kell fogyasztani, meg nem szervezett formában kell jódot bejutatni, hanem szerves formában, és az az algák, a spirulina és a chlorella alga tartalmazza, a tengeri algák, amiből legalább a napi bevételi szükségletes felnőtt embernél, akár spirulinát, akár chlorellát, 600 mg. Na most! Van ám a magyar növények közül is, például parlagfűben is van, de van több minden másban, például a huminsavakban, humeter, huminikum, stb. De a csattanú maszla, rabot csinálják az atrofin injekciót, ami szintén az az alapja. Milyen nem volt a japánoknál olyan egy élőerő veszteség az atomtámadás? Hát kérdezték, azért, mert a japánok alga levesnek, alga
főzeléket, algás is, és nem 600 millék adokat méregetik, hogy ennyi legyen az algabevitelük egy nap, hanem ki tudja mennyi. Lehet, hogy még a fél kilót is elérik. És mivel magas a túlrósabb tartalmuk, a nukleáris sugárból túlő képességük is magas. Stimmel? Tehát én magam is azért szedem az algákat, a spirulinát és a klorellát, vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy mind a kettőt, hogy magas legyen bennem ez a kurvosa, meg azért veszem a barlangfüvet is, és akkor nem kell tartanom attól, ha most éppen kihullánk valami dolgot, és mondjuk Csernobil után 25 éve volt Csernobil, úgyhogy most van a negyed százada, éppen ennek a katasztrófának is illik róla ilyen szintén megemlékezni, de mi tükünk, két negyed tükünk egy csapással a klorellát és a spirulinát szedjük. Nincs a magyar talajban olyan nyomelem, ami benne van egyrészt, szerves jód, és a kazsmide az egyik vezérlője az immunrendszernek, és hogyha az rosszul működik, akkor a kész a szervezet, hogy itt betegszik meg, hol ott betegszik meg. És kérem szépen a fullmorsabban megoldható a probléma, ha mi spirulinát és klorellát szedünk, megoldottuk a szerves jódot, és hadd ne szóljon még sok minden más is. Legyen szóval jönni elnézést, hogy a másik adat, a spirulina megy, a másik adat. Úgy írják, hogy Clorella. Klorella. Ez a 600 mg napi bevitel minimum felnőttnek. Én 1000 mg-osat szeretnék. Tehát ez a minimum. Többet tehet. Ezért mondom, hogy a japánok nem ennyit visznek be. Nem ki tudja, hogy mennyit az algalevesekkel, a főzelékekkel, meg a algás tésztákkal, meg vizsekkel, meg akármikkel. Valaki nem is ismeri, azt hiszi, hogy ez kínaiul hangzik neki. Pedig itt van, bemegy egy ember egy bioboltban, mindenütt ott van, hozzá lehet jutni, meg emellett rendszerekbe árulják. De le van nyomva az információ, hogy nehogy túlérjük már ezeket a dolgokat, érthető? A margarinban műanyag van, meg tranzsírsav, meg hadnesolója. Eredetileg hivatövésre akarták használni, hogy a libák kizlalásákhoz, csak a libák nem hülyék, nem ették meg. Adtak neki egy kis színt, és akkor azt mondták, jó lesz emberi táplálékra. És az embereknek adják azóta is. Kérem szépen, ami az van, hogy növényi zsiradékot tartalmaz étel, és rá van írva, az majdnem biztos, hogy margarin. Egyébként nem jó egyik vércsoportnak sem. A másik. Az összes cukrás sütemény, valamikor volt a loktogonnál bajos ütemények, most sem az is betárt. Az összes cukrás sütemény kecsnál, hogy margarinnak készül. Én nem eszem. Olyan süteményt, ami margarinnak készül. Anyósomat megvetem a nem homogénezett vajat, mert ugye meg kell nézni a vajon is, hogy most akkor melyik homogénezett, melyik nem homogénezett, és akkor nem homogénezett vajjal tud olyan süteményeket csinálni, ami viszont finom. És jó is tökőt húz a liszttel. Meg desztillált vízzel. Hogy csak úgy mondjam hozzá, hogy mennyire fontos az élelmiszerek tisztasága, hogy az alapanyagok is tiszták legyenek. Nem tudom, hogy megérti a kedves hallgatótársaság, de remélem, hogy megértik. Na már most, akkor néhány szóval aztán befejezem, mert reggel itt tudnék maradni, mert nagyon sok téma van, csak hát ezt fel kell ismerni. A vércsoport szerinti táplálkozás ugye azért nem volt fontos idáig, tehát idáig nem is ismerték a vércsoportokat. 1905-től dr. Karl Vanstenen hozták orvosot, akit felfedeztek. Talán oda volt a vérátőzet, és valaki zulásra kapott szerencséje volt, mert az mindenkinek adhat, de a lényeg az, ugye a nullás vércsoport a lakosság 30%-a. A-s vércsoport a lakosság 40%-a, B-s vércsoport a lakosság 20%-a, és A-b-s vércsoport a lakosság 10%-a. Ez a kettő igazán mondhatja magáról, hogy magyar. Akinek nem ilyen vércsoportja van, az már ilyen keverékvér. És nagyon érdekes, hogy a zsidóknak is hasonló a vérkép arány. Annak idején a semiták meg a kusiták benn van a Bibliában, hogy a testvérek voltak, testvérnép a zsidó és a magyar is, csak egy is sem örül annak, hogyha a magyarnak, hogy a zsidó a testvére, a zsidónak mondják, hogy magyar a testvére. Tehát, hogy mondjam, nem örülnek neki. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a nullás vércsoport minek felel meg? Annak felel meg, hogy a nullás vércsoport minden vérlemezke mellett ott van egy kupóz. Ja, rövidúban, kupóz. Most már így csak F betűvel jelzem, mert minden vércsoportnál ott van a kupóz. Tehát a vélemezke mellett ott van a kupóz. Na most, a
Ánál még van valami, ezt rövidíteljön, en acetil galaktóz amin, tehát naga. A B-nél D-galaktóz van, húzva D, DGA, és az AB-nél van DGA, és van en acetil csopodás, illetve naga is. Tehát a következő. Elérhatat a nullás mindenkinek, mert önálló csak fukóz van. Az ás csak az ástól kaphat, az ABC viszont mindenkitől kaphat vért. Mert az ABC-nél olyan összetevők vannak, ami minden vércsoportra előfordul. Ez acetil galaktóz, ami vagy D-galaktóz. Na most, kérem szépen, itt jön be egy másik szó, amit meg kell tanulnunk, lektin. És akkor itt megint letörlöm. Ha valaki vércsoportjának megfelelő ételt teszik, akkor ugye van a vérleveszk, aminek az átmérője 9 mikron, átmérő 9 mikron, a vérleveszk a legvékonyabb hajtárének az átmérője pedig 7 mikron. És minden betegség alapján is omega a keringés. Ha ott a keringés, rossz az adott sejtek a vérellátása, oxigénnel, tápanyagokkal, rossz a salakanyagok elszállítása és megbetegszik. Ez így működik. Na most, ha valaki olyan ételt teszik, amivel lektinek javítják a keringést, akkor azt úgy hívják, hogy jótékony étel. Ha olyan ételt teszik, amit akkor az a jótékony étel azt jelenti, hogy a vérre veszik az érpályába könnyedén, a vérnyomás meg a vérre veszik, vagy a hajszáli érzének van egy ilyen három étekű simajdon szövete, és ilyen periszkratikus mozgás, amik tovább segíti a vérre veszik. Ha viszont olyan ételt teszik, ami semleges, tehát ez a jótékony, ez a semleges, akkor az történik, hogy amilyen az érrendszer felső állapota, mert lehet, hogy vannak lerakódások, koleszterin, meteselés, stb., akkor kérem szépen olyan rossz lesz a keringés, ha semleges. Ha jótékony leszünk, akkor még ilyen helyeken is jó a keringés. Igen, ám, de most jön a vércsoportra rossz ételek, az azt jelenti, hogy azok az ételekben lévő lektinek agglutinálják a vérlemezkéhez kapcsolódó szénhidrát specifikus alkotó elveket, a fukóz vagy a fukóz N-acetil galaktóz, amint vagy a fukóz D-galaktóz, és így sorolhatnánk. Na már, ha adott étel tiltott, akkor azt jelenti, hogy ez a vérlemezke a lektin hatására összeragad a másik vérlemezkével, és ilyen dugó keletkedik. Na most az immunrendszer érzékel és próbálja oda küldeni a katonáit, de idáig ott tartalék, ez ott már nem igen van. Ha viszont olyan ételeket eszünk, amelyek jók az adott vércsoportnak, akkor jó lesz a keringés. És ha jó a keringésünk, jobb lesz az immunrendszerünk, a közéletünk, meg minden. Én lektoráltam a Péter Dr. Adamoéknak a könyvét, és megkaptam az engedélyt a kiadótól, hogy ezeket összefüzetekben megjelentethetem, és biobortokban hozzá lehet jutni, és ki van dolgozva egyrészt a táblázat az összes vércsoportra, és ki van dolgozva a különböző vércsoportoknak, hogy egy 30 napos napi összörű étkezéses étlen lista van rajta, hogy mit, nem jön azt, hogy hogy kell csinálni riskását, vagy köleskását, hát ha valaki tud lapkását csinálni, akkor köleskását is tud csinálni, mert hívogatnak ő, hogy hogy kell. Mondom, jaj, Istenem, hát valaki ennyire béna legyen a tűzhely mellett, hogyha tud egy kását csinálni, akkor a másikat nem tudja megcsinálni másik gabonából. Én például értem, hogy anyám megtanított már főzni 13-14 évesen, apám jött haza, nem tudta, hogy kifőzött az anyám vagy én, mert már annyira átvettem anyámnak a szokás, hogy nem is az a lényeg, hogy ezt nagyon érdemes megtanulni, ugyanis így tudunk immuntartalékot képezni, és akkor nekünk nem így megy be ez a vonal, hanem lehet, hogy így megy. És akkor már kisebb az a dolog, amire nekünk kell szedni valamiféle táplálék kiegészítőt. És ha például, nagyon érdekes példát rajzolok le, itt van egy ágy. Itt fekszik rajta az ember, és mondjuk ez éjszak. A fejünknek éjszaknak kell lenni. Ha nem éjszaknak van a vonás, mert pusztál bennünket a föld mágneses tere, és nem tudunk jól regenerálódni. De ha itt meg mellettünk 2 méterre a falra egy vezeték, amiben elektromos áradon, annak van már egy ilyen 2 méteres köve. Na most, hát az ugyanúgy fogja mutatni, hogy ott elektromos tér van, és ugyanúgy mit fog csinálni? Ugye mutatta. Na most.
ha csak a kisújunk lóg bele a lábunkon ebben a térben, elektromos térben, akkor az a vérlemez, ami itt van a kisújjamban, 5 perc alatt bejárja az egész testet, magyarul 5 perc alatt az összes vérmennyiségem, ami a testben van, találkozik az elektromos térrel, magyarul mindegyiknek rendezetlen lesz a struktúrája. Igazok. Én úgy oldottam meg először feleségem a tanulához, kimentem a villanyórához, lekapcsoltam az automatákat, és szólt, hogy most elaludt az szobában az állam. Na hát akkor kimentem, igen ám, de mínusz 20 fokban meg zuhogó esőbe kimenni a villanyórához, mert a házon kívül van. Aztán azt csináltuk, hogy ez mondjuk a hálószoba ott bent, hálószobában kihoztam a vezetéket, és fogtam, kapcsolót tettem, és akkor megyünk aludni este, lekapcsolom a villanyt, és nincs a hálószobában, a falba sincs állam, fali vezetékben. Tehát nem vagyunk benne elektromos térbe. Hát egy nagyon egyszerű kapcsoló, meg egy pár méter vezetét meg lehet oldani. De ezt mindenkinek meg kéne tenni. Mit csináltak régen? Bergmansőbe vitték az áramot. Árnyékoló van. De kettő sokkal lenni, 2,7 milliárd voltunk, hogy megszülettem, most meg majdnem 7 milliárd van. Hát persze, hogy vezeték csatorna, műanyag vezeték a falba, meg egyebeket, de nem védenek le. Nagyon jó lakosság, gyérítő. Egyéb immunrendszertől függ, hogy kinyit, mikor dobja be a szövük között. És mit csinál a kórház, amikor valaki intenzív osztályon van? Ott mennek rajta keresztül az elektromos vezetéket. Legalább azok volnának árnyékoltak, de nem azok. És kérem szépen, baba figyelő, én tudom, hogy hányan halnak meg, mert sajnos nagyon sokan, ráteszik a babára, hogy jó a légzése, vagy semmi. Az egy adó készülék, és ott van, és a szülőnő ott a másik, és az folyamatosan olyan teljesítmény sűrűséget van a lakásban, hogy a vérlemezkék a kisbabánál, de még a szülőknél is szongálódnak. Szóval folytathatnám az egészet, de az az igazság, hogy holnapi nap nekem során kell kelnem, és mennem kell valahova. Most csak azért jutottam el eddig a fontig, mert nagyon sokáig el tudtam volna menni, csak hogy a legfontosabbakról beszélni, mert legkívül még nagyon sok van. Csak próbálom azt, hogy megértsétek azt, hogy ti magatoknak kell magatok érdekében tenni érte, hogy a háttérhatalom által, mindegy, hogy most jobboldali vagy baloldali kormánynak teljesen mindegy, mert az egyik a szabadkőves társaságra ebben az idő részben, a másik meg annak. Mert ha nem ott volna, különben nem kerülne oda. Tehát, ez csak egy olyan, hogy mondjam, szemtelen nyitó előadás volt, hogy kicsit felnyissam a szemeteket azért, hogy ne várjatok segítséget, és ne vegyetek be semmiféle masztalót, ami ilyen meg olyan szaklapokból, mert onnan van a legnagyobb hűítés. Csak egy nagy régen érdekes példát mondok, természetgyógyászok között is nagyon hamar lemutatom azokat, akik a háttérhatalom ügynökei. Ilyen például velem vállalni a felelősséget, mert föl is jelentettek bennünket, a tudományos rendőrséget, de ők van a szakaló. Ilyen például a Váradi Tibor. Következő, nagyon jókat tanít, csak aztán mondja egyik vegetáriánus fesztiválon, látom augusztus végén van nagy meleg volt, hogy aki nem sóznak, azok nem izzadnak, mert só visszatartás van a szervezetünk, így védekezik, hogy ne veszítsen sót, és nem izzadnak. A Váradi Tibor meg izzad, mint a szakadló. Mondom, ide figyelj, Tibor. Te mondom, két bioterrorista vagy, azt tudod? Azt mondja, miből gondol? Hát mondom, azt írja, hogy mi ne sózunk, aztán te meg sózol, mint az áll. Azt mondja, miből gondol? Hát mondom, nézd meg, izzadsz, meleg van. Mondom, sóvesztésed van. Ha nem volna só a szervezetet, akkor nem izzadnál. Elősödött. Ott vagyok. Elősödött. Kérem szépen. Akkor ott van a másik. A dr. Lenkei Gábor. Szientológiai egyháznak az ügynöke. Nagyon jókat mond, vitaminokkal nagyon jókat mond, készítménye is jó, kivéve csak azok, amikben nincs kálium. Ugyanis ő a nátriumot nem kultiválja, és a nátrium meg kell, és ugyanakkor a készítményében plusz kálium van, és ezzel a káliumadagolással túllépjük azt a káliumot is, amit beviszünk az élelmiszerekkel, mert a káliumos műtárgyák miatt nagyon sok van az élelmiszerekben. Főleg a húsokban, meg a tejekben, tejtermékekben. Érthető? Tessék? Gyerekek, én nem tudok senki helyet védekezni. Mindenkinek magának kell megtenni. Igen? Vércsoport függő, B-s és A-s vércsoportnak jó, nullásnak, K-snak nem jó. A úgynevezett
Ahol ez csak az ázsúnak a csodaszere például. Akkor mondok egyébként, csak nagyon röviden így befejezem. A nullásoknak ízületi idegrendszeri problémákat okoz a burgonya. A véseknek, ávéseknek szklerózis multiplexet okoz a csirke. Meg hadd ne szóljam, tehát ez vegetáriás vércsoport, fél vegetáriás vércsoport. Nem jó senkinek a napra forgó olaj. Ezt ad a bőrnek mindenütt. Én szőlőm a olajjal, meg bolivárom. Tessék? Kukorica olaj jó az ásvércsoportnak, a másik háromnak nem. Tehát a lakosság 40%-ának jó, a lakosság 60%-ának nem jó. Ezért jó lenne tudni mindenkinek a vércsoportját. Nagyon fontos lenne, hogy tudja, mert... Általában egy adott vércsoporton belül, ha 100%-nak veszik a nullát, 80% RH pozitív, 20% RH negatív. Ez minden vércsoportra így igaz. Sőt, van még egy szekretó, meg nem szekretó státusz, de soha vannak még, de azok már nem annyira meghatározóak a táplálékokat tekintve, de egyébként az RH faktor sem meghatározó. Itt az alap vércsoport számít, ezzel az összetevőkkel, hogy fufóz, például ásnál N-acetil galaktózami. Ezzel. Mondta azt, hogy van egy ilyen könyv, ami a vércsoport szerinti táplálkozásról szól, ezekben vannak? Hát itt van például 300 forintért, itt van a táblázat, vagy itt van például a nullás vércsoportnak, mit fogyaszthat, milyen szabályok vonatkoznak rá, mert a krumplit megeheti, de csak 250 fok tartós hatás után, és itt van a 31 napra a napi 5-ször étkezésre a kajaklista, hogy miket tehet. Tehát, hogy mondjam, ez fekete-fehérre meg van bizonyítva, és ami nagyon érdekes, hogy például a mobiltelefonnál is, meg az egyebeknél, Dr. László Mária, egy Szerbiából származó magyar doktor, de nagyon sokat köszönhetünk neki, mert a vércsoport megfelelőséget is, meg ezt az agglutinációs folyamatokat is, meg ezt a hogy mondjam, ezt a amorf kristály szerkezetét tétel, amit az elektromosság csinál, vérkristály analízissel is tökéletesen igazolja. Na most én meg azt mondom, hogy nem hinni kell, hanem mérni, és akkor fejet ejtünk, ha hajtunk a tudás előtt, és alkalmazunk. Mert ez minek köszönhető a 112 éves néni, hogy most is él, és úgy megy az utcán, mint vagy 80 évesek? Hogy alkalmazza azt a tudást, amit ő megszerzett. Stimmel? Omega 3 miatt sok az öngyilkos Magyarországon, mert nem viszünk be omega 3 zsírsavakat, mert ha valaki lemnagolajat fogyasztaná, akkor is kell a úgynevezett delta deszaturáz 5 enzim a hasnyálmű gyártól előállítva, hogy tudja hasznosítani. De ha úgy viszünk be halolaj kapszulába, vagy eszünk busát, amiben van édesvízi halak közül, akkor bejutatjuk az omega 3-at, ami az agynak az anyaga. Tehát nem véletlen ennyi öngyilkos nálunk, omega 3 ilyen is az étkezés. 30 éves korig a szívünk megfelelő, vagy a testünk megfelelő Q10 mennyiséget termel ahhoz, hogy a szív működjön. És a szívműködés 30 éves kor után, tehát itt van, mint tudom el, a 0 éves kor, és itt van a 100 éves kor. Itt van a 100 éves. És ugye 30 évig magas szinten van, és utána megy le. Nem mindegy, hogy így megyünk le az öregedési folyamatban, vagy így. Érthető? Tehát ezt még meg tudjuk változtatni. Tehát egészséges érmes módon, a mozgásra, a mozgás minden gyógyszert pótol, olyan gyógyszert még nem találtak fel, ami a mozgás pótolná. Vércsoport megállapítás, kérem szépen, az a legjobb, ha valaki elmegy vért adni. Megmondom, miért jó a véradás. Ha valaki autóval, villamosa, stb. Közlekedik, és éri egy baleset, és van egy nagyobb vérvesztésége, sok hatás következtében belehalhat ebbe a vérvesztésbe. Érthető? Még ha nincs nagyobb sérülés, akkor is. Vérvesztés, nagy belehal. Két. Jó ember volt szegény, szokták mondani. És akkor utána, miért kell vért adni? Mert ha én rendszeresen elmegyek vért adni, mit tudom, 3 havonta, 4 havonta, 5 havonta, akkor levesznek 4 decit, 5 decit, mi történik? Van egy nagyobb vérvesztésem. A szervezetem, ha ehhez hozzászok itt, akkor ha véletlenül baleset ér, és egy nagyobb vérmennyiségem van, vérvesztésem is van, én életben maradok, a másik meg meghal mellettem, aki nem véradok. Mert hozzám van szokva a szervezetem ehhez. Érthető? És mindegy, nem érdekel engem, hogy most a műtétre adják, vagy gyógyszert csinálnak belőle, vérből ott gyógyszert nem lehet csinálni. Tehát az a lényeg, hogy egyrészt adjak vért, és a véradásnál megmondják, amúgy még 4000 forint. Ha valaki bemegy és kérje az orvostól, hogy egy vérsoport meghatározott, lehet, hogy már 5000. Nagyon veszélyes volt a 4-szer. Ott is vannak trükkök, a lakosság ritkítása, 4-szer stűvel veszik a vért, hogy ilyen hatásos, az nem az, hogy durva volt, de ez valahogy igényel, mint biztosítva sokszor.
Hát van egy jó hadnézvér, az állomásokra kell menni. Én nem adok bírni, az orvosát használom, nem nagyon figyelnek sokszor. Katonatotam, még adtam, én azóta nem. Szóval vannak ezek a hiányosok. Várjál, mögötted is akarnak kérdezni, adjál már szó. Kinek? Zömmel Vés. És azt tudni kell, hogy a vés vércsoport az összes többitől kb. 10 évre tovább él. Ha megtart minden olyan motiviákat, szabályt, és a zsidók kedvének nagyon sokáig meg 93 év, és ők kóser életmódot folytatnak. Ha a cigányok is kóser életmódon lennének, akkor nem 50 év lenne az átlag életkor, még 46, hanem nekik is 70-80 fölött lenne. A zsidók is bézsek, ugye? Igen. Meg a magyarok is vés és ávés. Tehát testvér, a vérrokot, vércsoport szerint is igazolható a testvérségre. Mondom, sem a zsidó nem örül annak, hogy magyar a testvére, sem a magyar nem örül annak, hogy a zsidó a testvére. És az ávércsoport az milyen? Az vegetáriánus vércsoport, az nem ehet hús, csak a csirkét és a kulykát. Többi hús árt neki. De a zsírja is, viszont a hüvelyes evő vércsoport, mert legtöbb hüvelyes, meg legtöbb olajat, olajos magot az ás vércsoport teheti. A legtöbb zöldséget például a vés tehet, így a például össze mehet lepke. De magyar, nem? Persze! Hát Magyarországon itt írtam fel az előbb, hogy 40% ás vércsoport a lakosságnak. 10 millió emberből 4 millió ember ás vércsoport, ha már így beszünk. A következő nagy a nullás, ami 30%. De nekem van egy listán, városonként megvan Magyarországon, véradalmasak alatt, hogy mit tudom, mennyi szarvasnak, mennyi Székesfehérvárnak, mennyi Veresedháznak, Pótnak, stb. Tehát ezek megvannak így. De ez is folyamatosan a kibeállomásról, meg az elhalálozásról változik, tehát egy hozzávetőleges szám csak. A nagy film mutatától, hát azt felejtsük el. Meg az aszfaltamokat, meg a mesterséges édesítőszereket. Gyerekek, ne egyetek olyat, ami ilyenekkel van tartósítva. Na, hogy is te valahogy ilyen. Én egy ilyen kis nagyító kártyával járkálok a boltba, ha valamit ott veszek, mert legtöbbet megtermelem, és akkor az apró betűket elolvasom vele. Mert jól olvasok, mert látom a betűket, meg minden, meg el is tudom olvasni, de azokat az apró betűket nem tudom. Mert nagyon apró, és akkor ezt azért veszem elő, mert nem vihetek ilyen nagyítót, mint mindig az oldalzsebbe, hanem ezt előveszem a kártya alakú, hogy hívják, és akkor elolvasom. És ha olyanok vannak benn, például, csak egy példát mondok, ami tisztító szer, vagy nem tisztító, hanem kozmetikai szer, és amiben elvan rájön, hogy szódium lavutri szulfát esenes, nem veszem meg. Vagy amiben fogkrémre az van rájön, hogy van benn fluor, azt sem veszem meg. Hát azért ajánlják a fluorosok növeket az orvosokat, hogy legyen munkájuk. Hát hogyha az jó volna a fogadnak, nem volna munkájuk neki. Nehogy már bevegyük ezt a sületlenséget. Legtöbb ilyen kozmetikai szerű van ez az eseles, hogy biztos. Én volt, amikor néztem ilyen sampon, és pont a Hermoházban egyetlen egy volt, nem tudom. Persze. Hát, ami márka, meg kell fizetni. Nem véletlen, mindig ilyen kis apró, hogy hívjákokkal, itt bontom az immunrendszert, ott váltom az immunrendszert, hogy a sok hatása majd csak egyszerű szemlődik, aztán jó beteg lesz, amíg meghaladik meg, eltelik egy kis idő, és akkor nagyon jó üzletes a gyógyszeripar számára. Érthető? Nem, ez az év, fogyassz és fordulj fel. Ez a szlogenje lehetne a fogyasztói társadalom. Nem vigyázzál senki, csak maga tudsz magadra vigyázni. És ha megtanulod és alkalmazod, nagyon lényeges, alkalmazzuk a tudást. Ha nem alkalmazzuk, mehetünk próba fekvésre a temetőbe. Most komolyan mondom. A tojás? Tojás jó még az ásnak is, ami nem, mert tulajdonképpen, és nem igaz, hogy növeli a koleszterin szintet. Tojás, tehát nyugodtan lehet tenni a tojást. Én eszem is a tojást, megmondom őszintén. Szerencsére tudok jó tojást szeretni. És a tojás nagyon értékes étel, de fehérjét nem szabad nyersen enni. Sárgáját viszont lehet. Főkezelni kell a fehérjét, mert különben nem, tehát lehet előle akár. Én tojásfehérre rántottát is szoktam csinálni, mert van úgy, hogy mézzel megeszem a sárgáját. Mert nagyon értékes és egészséges. És mikor lehet megkülönböztetni, hogy a tojást, amit tojást? Hát az alól, milyen alól származik. Az összes csirke és a pulyka, most mondok egy számot. Az összes csirke és a pulyka benn van egy ilyen szűk kentrendben, ott mennek az etetőautomatához, az áramvezeték a világításhoz.
42 nap a vágósúly elérésének a technológiai elindulása, 42 nap alatt már 20. napon már leukémiás lesz, leukémiás beteg állatokat etetnek, akik csirkét esznek. És akkor még benne van a takarmányról, mit tudom, ez a sok káros anyag, amiről beszéltem. Az nem tudom, hogy miért nem ezek úgy 88 óta? Ezért. Holod lennék, hogy gyártsuk magamnak. És magam megtermelem a magam növénykéit, meg leszelem az erdőből, tudom, hogy erdő eltart engem. Ha nem menni se arra volt, akkor is tudom, hogy mit tehetek meg a természet növényei közül, meg a magvai közül. De megtanultam, és alkalmazom. És a gyógyítást is alkalmazom, aki hallgat rám, azok csodál gyógyulások vannak, aki nem ad meg, sajnálom. Az ecetke növényt ismered? Ha igen, akkor mi lesz már a használatot? Ecetfa? Ecetke. Ecetfát ismered, de az ecetkert én ecetkét nem ismered. Te ismered? Mit tudsz róla? Én éppen nem hallottam Kárpát-aljaiaktól, hogy a gyönök káposztát tormalevélben, káposztában, szőlővelben és ecetke levélben. Na most az ecetke levél lehet, hogy mit tudom én, bonokka levél, vagy csak mondok, hogy valamit, mert ez egy népies elnevezése, de hivatalosan lehet, hogy más a neve. Azért nem jutott az eszembe, de ha mondtad volna, hogy babél levél, vagy akármi, lehet, hogy azt mondom, hogy igen, ismered. Tehát meg kell kérdezni, hogy mi a hivatalos neve, nem a, hogy, mert például a csalánk is, mármint a tyúk gyermekvázsivel picsvannak is hívják, kongyola picsvannak is, meg mit tudom én. Tehát annyiféle elnevezése van, hogy ha valaki ezeket nem ismeri és mondják neki, azt se tudja, hogy eszik vagy iszák, vagy jó betegség. Igen? Igen. Igen, és az evés előtt kell bevenni, mert az a helyzet, ha evés után veszed be, vagy evés közben, akkor nem ültük ki azonnal a gyomrodból, és a gyomorsav megbontja a munkát, és el is pusztítja, mert a gyomorsavnak van egy fertőtlenítő funkciója. Tehát nekünk mindig étkezés előtt kell bevenni, és a gyógyszerük a nagy franc, mert azt mondja, hogy étkezés után szedjük be. Akkor nem hasznosul vele semmi, de jó fogyasztója lesz el ennek a terméknek. Úgy kérlek szépen, hogy amit például a baktériumoknak nagyon nagy túlélési esélye, például a piramisok feltárásokon 4-5000 éves baktériumokat is találtak, tehát nem kell nekik félni attól, hogy esetleg elpusztulnak ott a mit tudom, a idő alatt. Na, eszembe jutott viszont más, és ez egy nagyon fontos, és ez, már itt vagyok, akkor nem megyek el anélkül, hogy ezt ismertessem veletek. Ugye a bőrösítat katasztrófáról hallottatok. Hivatalosan kijelentette az állam, hogy a bőrösítat katasztrófánál a 8,5 pH már magasabb lúgosságú folyadékok életellenesek, és megdöglöttek a halat is, meg minden élet kiadt a marcaba is, meg a rábába is. És milyen lakosságérintés folyik ma Magyarországon? Ne tápláléka lúgosíts, egyél, amit akarsz! Itt van a lúgos hideg, 9-es! 9,5-es! Így az! Majd döglesz tőle. Kérem szépen, jön hozzám valaki, anyagcsere problémával, mondom neki, ismerős tünet, mondom, mi van, lúgos vizet iszik? Azt mondja, honnan találtak? Hát mondom, ember. A természet törvények szerint, a természetrendje szerint a gyomorsavnak savasnak kell lenni, az epesavnak savasnak kell lenni. Ha te fölrugosítod lugos vizekkel, ráadásul ami már az életet is megöli, tehát 8,5-nél magasabb, akkor mire számítasz? Temetőre. Ennyi. Érted, hogy mekkora nagy átverések vannak? Hallgatni kell és oda kell figyelni. Tessék! Nagyon sokan járnak a rudatba és a vigorkúrát is alkalmazzák. Háromféle víz van. Egy jó a sav, tehát akinek nagyon sok a sava, a másik a vérnyomása. Van egy harmadik, ami átlagos víz, akkor az sem jó víz. Nem tudsz vízforrás, így mind a három. Na akkor mondok valamit. Székesfehérváron éltem. Nekem is volt vesekőben. Miért? Mert külön a kincsegyványi gauxibányát, ott mellékelmékeként hasznosított karcüzet vissza, ez a 120.000-es város. Kérem szépen! Olyan magas az ásványiak tartalma, hogy szervetlen, mint azoknak a vizeknek, amik gyógyvizekben van, és Budapest után ott volt először művese állomás. Miért? Mert ez a sok szervetlen anyag lerakódott a csontjaikba, a vesébe, akármire. Jön hozzám a Herbárd, és 80 éves, vagy 70 éves néni, jaj,
Azt mondja, ajánlom valamit nekem, hogy amit kalciumot, hogy mivel vigyem be a szervezetembe, mondom ráni, de csókolom nénikem, van magám a kalcium, bőven el van a messzesetben, lelejje a vízület, egy látszik magán. Hát mondom, rossz kalciumot szed, szervetlen kalciumokat visz be a szervezetébe. Tessék szerves kalciumot, az zöld növényekbe. A tehénynek mitől van elősoltja meg a legelő állatoknak? A nyert zöldektől. Az élővilágban mindenki nyerset, azt az embernek is nyerset kell. Salátákat nyersen kell lenni. A zöldségeket is, a gyümölcsöket is, a hüvelyeseket kötelező, őket elni a gabonákat meg lehet. De a kisirányzatjuk azt se kell. Ennyire pokon egyszerű. Csak alkalmazni kell, kérem szépen. Így van? A palmas feszti az értékében, mikor termeközik. Hogyan? A palmas feszti az értékében, mikor termeközik. De akkor jönnek ki belőle olyan hatóanyagok, amik gyógyítanak. Ugyanis van olyan droganyag, például egy nagyon érdekes példát tudok erről, a vesekőről. A csipke vagyok nagyon értékes, és C-vitamin tartalma magas. De, ha én fogom a szedényemet, és beleállhatom a csipke vagyok, decilát vízbe, mert az oldja ki róla hatóanyagokat, fennáll fél napig, fogom, leöntöm róla a vizet, és a csipke vagyok, leöntök ötszörös vizet. De magas csipke vagyok. És akkor elkezdett forrani, és lobóba for fél órán keresztül. Akkor oldódik ki a magból az az anyag, hogyha én azt a teát, mikor lehűlt összeöntöm azzal, ami értékes anyag, és a kettőt összeöntöm, és azt elkezdem inni, ha nekem veseköven van, mindenféle követ, kalciumoxalátot, bármilyen típusú kő van, oldja. Tehát nem kell megijedni attól, hogy most forrásztam valamit. Tehát tudni kell a gyógytán, és van amelyiket megeszem, akkor gyógyhatása van. Van amelyiknek csak akkor, ha leforrásztam. Tessék? A szájukat mentát, teának, hogy kell tisztelni, mennyi ideig kell, hogy az maradjon a... Hát a gyökereket általában 5 percig kell főzni, a leveleket meg forrázni kell. Ami már a levél eredeténél egy kicsit keményebb, mondjuk levélszár, azt már 2 percig kell forrázni. De másikat csak egyszerre le kell forrázni és hagyni, hogy egy pár percig. Tessék? Hát akkor a például előfordulhat a zöld teánál az, hogy frissítő hatással van, ha a zöld teát 5 percig hagyom a decilát vízzel, de már 10 percig akkor már nyugtató hatása van. Míg 5 perc is teszállás után csak a frissítő hatása van, 5 perc után már átmegy nyugtató hatásba. Hát ezeket meg lehet nagyon pokon egyszerűen tanulni, rengeteg. Egyébként a Gyuri bácsit érdemes oda ide meghívni a Füvesembe, jó haverom az öreg, nagyon sokat tanulom. Azóta iszom a diólevél teát, mert az egy nagyon értékes anyagokat tartom a diólevél teát. Tehát immunrendszer erősítő, igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a decilát víz előállításához is ugye víztisztítókat rengeteg félét árulnak. Egy ilyen véleményed arról, hogy végülis melyik a jobb, vagy hogyan? Egyszerű pálinkafőző, amiben pálinkát főzték, és az egésznek az a lényege, hogy valamivel tőmelegítem a vizet, itt van egy edény, itt van alatta a tűz, most mindegy, hogy elektromos vagy, itt nem érdekes, hogy elektromos, mert utána helyreállítódik, lehet lány, vagy akármi, itt van benne a víz, kijön egy csőn, ahol fölforralom, és utána benne van egy tartályba, tartályban van egy csőnyíra, és itt a végén kifolyik egy edénybe. Ebben meg van egy hűtőfolyadék, amit föl tudok használni mosogatásra vagy fürdésre. Ennyi. Vagy pedig van olyan elektromos, ami egy az egybe egy zárt rendszerű, itt van mellette egy edény, és akkor elektromosan föltöltöm vízzel, és idő leteltével nyugodtan el lehet hagyni, mert automatán működik, melyek is kész van a 4-2 decilát. De ezzel pálinkát is tudok csinálni. De én már ozmosos vizet azért teszek vele, mert ha látnátok azt, hogy egy desztillálás után mi marad az edénynek alján meg az oldalán, akkor mindig ezzettel kell kitisztítani, én inkább akkor vagy esővizet teszek bele, vagy reverdozmosos vizet, és akkor nem kell fűszolni az edényt, mert nincs lerakodás. Van egy kérdés? Igen? Kérdés, akkor a Jó, csak két kérdés előtt kell bevenni. És a másik a parlakűvel kapcsolatban, hogy én főztem és felmegettem, de nagyon keserült van valamit tők, amivel esetleg el lehet venni ezt a keserült. Figyelj ide! Az édes, a sós, a savanyú, a keserű, ugyanolyan része az ízérzékelésünknek, az étkezésünknek, tehát szoktad magad a keserűt, és ne csak az édeshez. Stimmel? Hát magyarul egyél, figyelj, ezer jó füteát is, cukrosítás, édesítés nélkül, én csak stíviával édesítek egyébként teákat,
30 kg édesen, mint a cukor, és az egy szárított növény. Ugyanígy össze a politika, mint ez, lehet kapni fatikában, stb. Az a helyzet, hogy minden ízt maga nemében be kell jutatni a szervezetbe, mert ha eltolódunk egy irányba, akkor anyagsele problémák lesznek. Tehát tessék megszokni a keserét. Nem hiszed el, így rágom, akarod itt előtted megrágom és megeszem a falat. Hát el is keserű. Jó van, köszönöm a figyelmeteket! Ez a mai nemzedék, ez kapott 50 évi agymosást. Néppé gyúrták a nemzetet. Az üzenetem az, hogy ébredjetek föl, magyarok, és legyetek újra nemzet, váljatok nemzetté, ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a magyar közösségért.